A hit filozófiája. Podcast Ruf Tiborral és Gesztesi Mátéval. Filozófiája című podcast 15. adása. Én Gesztesi Máté vagyok, velem szemben pedig Ruf Tibor foglal helyet. Szervusz Tibor. Szervusz Máté, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. Legutóbb a názareti Jézus Krisztus feltámadásáról beszélgettünk. Ez egy fantasztikus téma, és számomra legalábbis biztos, hogy sokkal megfoghatóbbá és érthetőbbé vált ez az egész ügy. Úgyhogy ennek kapcsán én egy újabb területre világítanék rá, de ezelőtt csak egy felvetés, mivel hosszú út van mögöttünk ebben a műsorban. Mit szólnál, ha tartanánk egy olyan különleges adást, mielőtt az üsztörténet végére jutunk ebben az évadban, aminek bibliai botanikával, növényekkel kapcsolatos témája lenne? Én nagyon-nagyon-nagyon szeretek kertészkedni, meg mindenféle ilyen erdészeti és kertészeti munkákat végezni, és erről rengeteg bibliai elmélkedés zajlik a fejemben, miközben csinálom. Az Ádámmal kötött szövetség engem nagyon foglalkoztat, hiszen az Ádámmal kötött szövetség nem veszítette érvényét. Ugye az egyik szövetség az nem érvénytelenti a másikat a Bibliában, hanem egymásra épülnek. Ennek értelmében egy újjászületett keresztény, ha nem zsidó származású, akkor benne van az Ádámmal kötött szövetségben, a Noéval kötött szövetségben, az Ábrahámmal kötött egyik szövetségben, a Dáviddal kötött szövetségben és az új szövetségben. Ha zsidó származású, akkor mindezeken túl még benne van a mózesi Szinájhegyi szövetségben is, de mindannyian, ahogy mondtam is, benne vagyunk az Ádámmal kötött szövetségben. Na most az Ádámmal kötött szövetségnek az egyik legfőbb tartalma az az, hogy az Isten ültetett egy kertet, és abba helyezte az embert, hogy művelje és őrizze, és én úgy gondolom, nem hogy úgy gondolom, hanem hát meg vagyok róla győződve, meg látom is, hogy az embernek ez egy feladata a Földdel kapcsolatosan. Tehát itt nem merő hobbi kertészetről van szó, hanem az embernek általános feladata minden embernek az, hogy a Földön a bioszférát, hogy mondjam, minél emberségesebb módon, minél kedvesebbé, szebbé, barátságosabbá tegye a maga környezetében. Tehát én ezt egy szellemi tevékenységnek is tartom. Nem véletlen, hogy az emberek nagy része ezt nagyon szereti is csinálni, és ennek kapcsán konkrétan is az egyes növényekkel, állatok, amit tudom én, természetesen rengeteg dolgot lehet mondani, meg elmélkedni, mivel ez az egész egy tanítás is Isten részéről. Úgyhogy benne vagyok. Jó, akkor erre mindenképpen számítani érdemes. Te hallottad ezt a hangot, vagy csak én hallottam? Ezt a tüdőm volt egy ilyen számítógép megnyitása? Én nem hallottam, jó. Tehát az ott lett benne. Igen, igen. Az első kérdésem, tehát visszatérve akkor az alaptémánkhoz, az lenne, hogy attól, hogy Jézus feltámadott, feljött a Seolból, a sötétség nem fogadta be. Szóval mindez miért jelenti egyben azt is, hogy mindezzel le is győzte a sötétség erőit, és hogy nekünk ezért az ő nevében hatalmunk van ezek fölött? Mondjuk az, hogy Jézus azért jött föl a Seolból, mert a sötétség nem fogadta be, ezt az ige magyarázatot most hallottam életemben. Tényleg? Először. És tetszik? Tetszik, de, jaj, de egyelőre még meg vagyok hökkenve, tehát még gondolkoznom kell rajta, mert azért nem gondolnám, hogy Jézus egyedül azért támad föl, mert a Seol kidobta magából, hogy így mondjam. Nem, azt mondjuk én sem. Mert gondolom, hogy a Seol, mint a pokol, tehát a pokol angyala az valószínűleg nagyon lelkes lett volna, hogyha sikerül örökre fogva tartani a Jézust. Bár az is kétségtelen, hogy Jézus személyiségét a pokol nem bírta volna el, mert ott is ugye, ha elkezd prédikálni, akkor mindennek vége van. Úgyhogy lehet, hogy végül is erről az oldalról még sose gondoltam végig, hogy a pokol esetleg, hogy mondjam, fellélegezve vette tudomást, hogy végre elment. Kétségkívül Jézus semmilyen gonosz birodalomban nem szívesen látott vendég, mert a beszédével és a cselekedeteivel mindegyiket fenekestül fel tudja forgatni.
De és most végül is nem válaszoltam, sőt el is felejtettem. Annyira meglepődtem ettől. Hogy ez miért jelenti egyben azt is, hogy legyőzte a sötétség erőit, és hogy nekünk emiatt az ő nevében hatalmunk van ezek fölött, a dolgok fölött. Most ezen picit gondolkoznom kell, mert nekem valahogy annyira evidens és magától értetődő az, hogy a feltámadás által Jézus a sötétségnek, a sátánnak, a gonosznak minden erejét legyőzte, hogy most azon kell gondolkoznom, hogy ez miért nem evidens. Hát nem tudok nagyon más mondani erre, mint azt, hogy hát ha valaki, aki valóságosan meghal, és a szelleme, lelke valóságosan lemegy a pokolba, utána följön úgy, hogy újra egyesül a szelleme, lelke a testével, és újra ott áll az emberek előtt fizikai testben, meg lehet tapogatni, enni lehet vele, ahogy beszéltünk is múltkor. Vagyis magyarul ez az ember legyőzte a halált, és legyőzte a poklot is, hiszen ki tudott jönni onnan, annak ellenére, hogy az emberiség minden bűnét magára vette, ami azért ugye az ördögnek nagyon nagy arcul csapás, és valószínűleg az ő szempontjából egy mélységes, mély igazságtalanság is, hogyha valaki magára vette tényleg a világ összes bűnét, akkor azt miért engedik föl, vagy azt, hogy tud az kijönni a pokolból, mivel a sátán, tehát nem tudom, érthető-e, hogy tulajdonképpen az ő szemszögéből nézve ez igazságtalan, hiszen hát ha magára vette a világ összes bűnét, akkor ott kéne maradni a örökre a kárhozatban. Nem logikus. De hát ugye ez azért van, mert a sátán a szeretetet magát nem érti, és ezért nem érti azt sem, hogy mi az, hogy helyettesítés, helyettesítő áldozat, helyettesítő szenvedés helyett, hogy másnak a bűné ért valaki, más mutat be áldozatot, vagy más fizeti ki, mert ezt csak a szeretet alapján lehet megérteni, és az ördögnek, hogy úgy mondjam, az a tragédiája, hogy ő a szeretetet nem érti. Nem tudom, hogy soha nem is értette-e, mert valamikor a bukása előtt talán még értette, de azóta, hogy elbukott, elfelejtette, vagy elveszítette a szeretetre való képességét, és ilyen módon azt a titkot is, hogy a szeretet az nem logikus és nem üzleti alapon működő valami, azt már nem tudja követni, és éppen ezért a szeretetnek a cselekedeteit nem tudja kontrollálni. Valószínűleg ez számára a legbosszantóbb az egész világ mindenségben, hogy nem tudja kontrollálni, és nem tudja kiszámítani sem. És ez egy ilyen eset volt. Hát ha a sátán tudta volna, hogy Jézus azáltal győzi őt le, hogy a Golgotai kereszten meghal az emberiség bűneiért, akkor a sátán lett volna Jézus legfőbb testőre, semmiképpen nem engedte volna meg, hogy bármiféle baja essék, és hogy egyáltalán eljusson a Golgotai keresztig, és Jézus még akkor se tudna meghalni, ha akarna, és mit tudom én, ha tényleg már próbálna leugrani a templom tetejéről, akkor a sátán angyalai lennének azok, akik elkapnák, hogy nehogy kőbe üssék a lábát, ha az ördög tudta volna előre azt, hogy ezáltal lesz a megváltás. Úgyhogy neki ez egy nagyon nagy megszégyenülés és arcul csapás. Hát én nem nagyon tudok mit mondani erre, tehát tényleg csak annyit tudok mondani, hogy neked tőlem egyszer megkérdezte egy világi ember, hogy próbáljam meg a legegyszerűbben megfogalmazni, hogy tulajdonképpen mi Jézus feltámadásának az üzenete, és miért az ebbe vetett hit az, ami üdvözít, illetve hogy miért az ebbe vetett hit az, ami az egész, ami mindennek a megoldása. És akkor én végül is én azt válaszoltam, és azóta se tudok erre jobbat válaszolni, mint azt, hogy azért, mert Jézus feltámadásában az a tény fejeződik ki elementáris módon, hogy a jó legyőzi a rosszat. Ennyire egyszerű. Most ugye ez a hit, ez a bizalom, ez a remény nem magától értetődő,
lehetne a világ mindenség olyan is, hogy a jó soha nem győzi le a rosszat. Ennek újra újabb két verziója van. Az egyik az, hogy örökké birkóznak egymással, és billeg a jó és a rossz, hol az egyik van fölül, hol a másik, de soha véglegesen egyik sem győz. Ez ugye tulajdonképpen az, amit a taoizmus hirdet, hogy folyamatos ilyen dialektikus örök váltakozásban van minden, és a rosszból jó lesz, a jóból rossz lesz, és aztán megint a rosszból jó lesz. A demokrácia is ezt hirdeti. Hát igen, csak ott mondjuk, tehát abban is benne van, csak ott nem a jó és rossz a fő kategória, de ugye a rengeteg keleti vallás, a taoizmus is, de egyébként a hinduizmus is, a jónak és a rossznak az örökké tartó, soha be nem fejeződő, soha egyik végleges győzelmével sem végződő, állandóan ciklikus, állandóan körben forgó váltakozását hirdetik, és az ebbe való beletörődést tekintik a legbölcsebb magatartásnak. Akkor ugye elvileg elképzelhető egy olyan verzió is, hogy a rossz legyőzi a jót végleg. Hát ez az abszolút disztópikus, ilyen szinte sátánista felfogás lenne. A kereszténység, illetve nem csak a kereszténység, hanem az egész Biblia, tehát a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás, az viszont azt hirdeti, hogy a jó végül győz a gonosz fölött. Még egyszer mondom, ez nem magától értetődő dolog. Nem, hogy mondjam, alapállásban bárki megkérdezheti, hogy mi a biztosíték arra, hogy ez így van. Miért higgyek én ebben? Ha én csak biztosan igaz dologban akarok hinni, akkor biztosítékot kérek arról, hogy a jó végül győzni fog gonosz fölött, mert csak akkor vagyok hajlandó ebben bízni, és ennek a realitásában bízni, és ezért a saját munkámmal, erőmmel, szolgálatommal hozzájárulni, erre az oldalra állni, hozzájárulni, és magam is ezen dolgozni, csak akkor vagyok hajlandó, ha valaki biztos biztosítékot ad nekem arról, hogy végül a jó győz. Na ez a biztosíték, ez az, hogy Jézus föltámadt a halálból. Az egy megint egy újabb érdekessége a dolognak, hogy ezt viszont hitáltal fogadjuk el. Magyarul Isten eljuttatja hozzánk ezt az üzenetet, de kézzelfogható, ezen kívüli kézzelfogható bizonyítékot nem ad, azon kívül, hogy megfelelő számú tanúságtételről gondoskodott ez ügyben, de azért Jézus nem jelenik meg minden egyes embernek testi feltámadott mi voltában, hogy ezt bebizonyítsa, hanem ezt már az üzenetnek kell elhinnünk. Ezzel meg viszont Isten visszafelé is, tehát nem csak mi kérünk itt egy biztosítékot, hanem a maga módján Isten is kér egy biztosítékot tőlünk, azzal, hogy a szívünknek végül is magának kell döntenie, hogy ezt elfogadjuk-e mi, ezt a tanúságtételt, vagy nem fogadjuk el. És amikor az ember végül is ezt elfogadja, alapvetően mégiscsak bizalom által fogadjuk el, és nem egy kézzelfogható megbizonyosodás útján, hanem egy szívbeli bizalom útján, az üzenetben hiszünk, ami eljut hozzánk az evangéliumban, azzal meg viszont az Isten a mi szívünket teszteli, hogy tudunk-e hinni abban, hogy végül a jó fog győzni. És így végül is tulajdonképpen az, hogy valaki elhiszi, hisz abban, hogy Jézus feltámadta a halálból, és utána erre a hitre még rá is építi az életét, az összes tevékenységét, egész cselekvését, mindenét, azt tekinti Isten, azért tekinti igaz embernek az ilyet, mert ezt az üzenetet, hogy a jó győz a gonosz fölött végül, hogy ebben tud a szívével hinni. És ezt teszi méltóvá arra, hogy Isten munkatársává lehessen ebben a küzdelemben. Szóval nekem Jézus feltámadása az annak a bizonyítéka, hogy a jó legyőzte a gonoszt.
Az élet legyőzte a halált. Erősebb az élet, mint a halál. Erősebb a szeretet, mint a gyűlölet. Erősebb a jó, mint a rossz. Erősebb a világosság, mint a sötétség. Nem lesz ennek a kettőnek az örök váltakozása, örök körforgása, örök ismétlődése. Vagyis nem kell beletörődni abba, hogy örökké váltakozik a jó és a rossz. Vagyis ugye ezért van az, hogy a kereszténység nem fogadja el a keleti vallásoknak ezt az üzenetét, mert a mi véleményünk szerint nem az a bölcs magatartás, hogy beletörődünk a jónak és a rossznak az örökös ingadozásába. Legfeljebb azt lehet mondani, hogy ideiglenesen itt a Földön a jelen körülmények között egy bizonyos ideig stratégiai okokból, hogy mondjam, eltűrjük a jónak és a rossznak az ingadozását, de nem adjuk föl azt a végső reményt, hogy egyszer minden teljesen és csak jó lesz, és nem lesz többé rossz. Stratégiai okokból? Stratégiai okokból. De nem azért, mert ez van. Jó, csak egészen más az, hogy egy katonai csapat vezetője azt mondja, hogy gyerekek, most ma ne támadjuk meg az ellenséget, amelyik ott van a dom mögött, mert először pihennünk kell egy kicsit, ennünk kell egy kicsit, meg még egy néhány emberre még szükségünk van, akik még nem érkeztek meg, és addig száraz kenyeret teszünk. Itt vagyunk kicsit. Még. Ez stratégiai megfontolás, de ez azt jelenti, hogy soha nem fogjuk megtámadni. Igen. És hogy kompromisszumot kötünk, és megállapodunk abba, hogy ez a domba határ kettőnk között, és onnantól az ellenségé a terület, hanem csak átmenetileg tűrjük el a jónak és a rossznak bizonyos váltakozását, de ilyenkor sem mondunk le. Tehát józanságból átmenetileg eltűrjük, de nem mondunk le arról a végső célról, hogy egykoron minden csak jó lesz, és a rossz, szóval Isten teljesen kiszorítja ebből a világ mindenségből. Tehát akkor valami olyasmit pedzegetsz, hogy jogilag is azért van nekünk felhatalmazásunk Jézus nevében az ilyen típusú dolgoknak parancsolni, mert mi a szívünkkel elhisszük, és ezáltal ennek a dolognak a részévé válunk? Igen. Mert ezáltal mi be is vonódunk ebbe a dologba, nem csak, hogy mondjam, átvevői, elfogadói és élvezői vagyunk az Isten által már elkészített minden jónak, hanem részesei vagyunk ennek a jó világnak, a létrehozásának is társtulajdonosai, ezért fogalmaz úgy rendszeresen Jézus, hogy az övék, vagy a tiétek az Isten uralma. Mert az nem csak az Istené, az Isten uralma, amiben mi bebocsátatást nyerünk, hanem az Isten uralma az mindazoké, akik oda bemennek, mivel ők maguk is részesek az Isten uralmának az elhozásában. És most tehát Isten bevont, munkatársi viszonyba vont be minket, természetesen ezt egyedül is az egészet meg tudná csinálni, csak nem akarja, pont azért, mert akkor minket nem érhetne az a fantasztikus megtiszteltetés, hogy munkatársként vehetünk, részes társként, részvényesként, társtulajdonosként lehetünk benne jelen, nem pedig csak ilyen befogadott jövevényként. És akkor most visszatérve a jogkörre és a feltámadásra? Jézus ugye nem a maga erejével jött ki a halálból, az azért nagyon fontos tudni, az Új Szövetségben soha nem szerepel a feltámadás, tehát Jézus feltámadására vonatkozóan aktív ige alakban. Minden egyes esetben szenvedő alakban szerepel, tehát Jézus nem feltámadta halálból, hanem feltámasztatott a halálból. Tehát őt az Atya és a Szent Szellem hozták ki a halálból. Tehát nem az történt, hogy Jézus onnan bentről, a Seol mélyéről, a maga erejéből, az Atya és a Szent Szellem nélkül
ki tudott jönni. Sajnos ez, vagy nem sajnos, hanem ez még neki sem sikerülhetett volna, hogyha az Atya és a Szent Szellem nem hozzák őt ki onnan. Tehát a Szent Szellem nem Jézus feltámadása után nyerte el ezt a teljhatalmát, hanem mivel ő Isten öröktől fogva mindörökké, ezért öröktől fogva mindörökké mindenható is volt, és ő van és lesz, és ő nem is üresítette ki magát ebből a mindenhatóságából úgy, ahogy Jézus kiüresítette magát, amikor emberré lett, és pláne amikor a kereszten volt, akkor Jézus minden isteni tulajdonságából és képességéből kiüresítette magát. Egyetlen egy isteni tényező maradt benne, de az mondjuk nem tulajdonság, hanem az isteni lényeg, a szeretet. Semmi más isteni képességgel ő a kereszten már, és azután nem rendelkezett. De akkor miért Jézus nevének van ilyen fontos szerepe? Újra ide térek, mert nem tudom, hogy világos-e, hogy mit nem értek ezzel kapcsolatban teljesen. Hoppá. Nem, most. Lekapcsoltuk a villanyt, és Tibor neki dőlt. Ebben azt mondtad, nem teljesen világos valami. Ezért csináltad? Nem. Ezért lett. Ezért lett. Na, de azért mondjad. Igazából kérdeztem ezt, hogy világos-e az, hogy mi az, nem. Jézus feltámadása révén lett nekünk Jézus nevében hatalmunk, hogy kígyókon és skorpiókon tapossunk, nevezzük így. De miért? Hát hogyha a Szent Szellemnek volt ez az ereje, és az Atyának, és Jézus kvázi passzívan vett részt a saját feltámadásában, akkor miért az ő nevében van nekünk erre hatalmunk? Hát azért, mert tehát két okból. Egyrészt nekünk ő szerezte meg ezt, mert ugye, amit te most mondtál, az arra vonatkozik, hogy az Atyának meg a Szent Szellemnek van hatalma démonokat kiűzni. De most a kérdés nem ez, hanem az, hogy nekünk honnan van hatalmunk démonokat kiűzni. Na most nekünk embereknek tökéletlen testben lévő húsvér, és még egyszer mondom, tökéletlen, tehát jelen pillanatban még nem isteni, erkölcsi, szellemi és egyéb színvonalon álló embereknek nekünk legyen hatalmunk démonok fölött és azoknak a kiűzésére, ahhoz Jézusnak emberé kellett lenni, ki kellett üresíteni magát az isteni képességeiből és tulajdonságaiból, és olyanná kellett lennie, mint mi, aztán magára kellett vennie a bűneinket, a vérével bűnbocsánat alá kellett bennünket helyezni, és ezután tudjuk birtokba venni azt, hogy Jézus nevében tudunk démonoknak parancsolni, jól lehet, továbbra sem vagyunk tökéletes, isteni, természet fölötti, megdicsőlt testben lévő lények. Tehát nekünk ezt így lehetett megszerezni. Nem a Szent Szellemet hatalmazta fel Jézus a démonűzésre, a Szent Szellem mindig is tudott démont űzni. De ő nem ember. Mi emberek vagyunk, mi így tudunk. De mondok egy másik példát is. Illésen volt egy eredeti kenet, amelyről aztán Elizeus azt mondta, hogy ő szeretné, hogyha ő rajta kétszer akkora kenet lenne. Ezt meg is kapta. Vagyis kétszer akkor a kenet alatt volt, mint Illés, de mégis Malakiás proféciája szerint a végidőkben, a messiás előtt nem Elizeus jön el, hanem Illés, és a megdicsőlés hegyén Jézus nem Elizeussal és Mózessel beszélgetett, hanem Illéssel és Mózessel. De miért? Azért, mert Illésé volt az eredeti kenet. De az Elizeusnak ez csak egy, tehát ő ezt már úgy megkapta, dupla mértékben megkapta, egyébként pont kétszer annyi csodáját jegyzi föl a Biblia, mint Illését. Tehát ez így remekül működött rajta, de azért ez mégiscsak az Illés kenete volt, és nem az övé. Tehát ilyen értelemben, tehát ez a kérdésedre a másik szemszögből való válaszom, hogy néha a kisebb ember műve
számít mégis nagyobbnak, mert ő csinálta, mert hogy mondjam, mert az az eredeti, tehát nem tudom, hogy most ezt másképp hogy fogalmazzak, tehát nem tudom ennél jobban elmondani, tehát a lényeg az, hogy Jézus meg azzal, hogy megalázta magát, emberré lett, és stb., ezzel szerezte meg mi nekünk embereknek azt a lehetőséget, hogy az ő nevében mi démonokat tűzzünk, és nem az Atya meg a Szentlélek nevében, akik nem alázták ilyen értelemben meg magukat, nem lettek emberé, nem üresítették ki magukat, nem haltak meg, mindig is tudtak démon tűzni, de ő általuk mi sose tudnánk démon tűzni, ha Jézus nem teszi magát kisebbé, nem alázza meg magát, nem teszi magát szinte semmivé, nem veszi magára a bűneinket, stb. Tehát ezért a világ mindenségben úgy tisztességes, vagy hogy mondjam, tehát mivel ez az ő műve, Jézusé, ezért nem az Atya nevében űzünk démonokat, nem a Szentlélek nevében űzünk démonokat. Jól lehet az Atya ereje és a Szent Szellem ereje által űzzük a démonokat, de mégis Jézus nevében, mert ezt ő tette számunkra elérhetővé, még akkor is, ha ő, amikor ezt elérhetővé tette, éppen ezért jóval kisebbé tette magát az Atyánál és a Szent Szellemnél. De nem azt tanítja a teológiának legalábbis ez a válfaja, vagy ez a része, hogy effektíve a név kimondásának van egy természetfeletti ereje? De azért van természet fölötti ereje, visszatérve újra a jogi gondolkodásra, amit te is mondasz, mert a világ mindenségben, különösen a szellemvilágban, óriási nagy rend uralkodik, óriási nagy, a rendnek ugye részét képezi a jogszerűség, az igazságosság, a tekintélytisztelet, tehát ilyen dolgok, de a világmindenségben igazi rend működik. Ez azt jelenti, hogy ott minden lény a maga értéke és méltósága szerint szerepel. Na most az, hogy Jézus tette meg ezt az egészet miértünk, emiatt ez egy tisztességbeli kérdés, hogy így mondjam, és mivel a világmindenségben ezek a tisztességbeli kérdések, ezek iszonyú fontos kérdések, tehát tulajdonképpen ezeken alapul a rend, hogy így mondjam. Ezért, ha te egy démonnak azt mondanád, hogy a Szentlélek nevébe menj ki, akkor a démon nem érzi úgy, hogy ő kényszer nyomás alá helyeződött, mert mivel ő is természetfölötti lény, tökéletesen érzékeli, hogy a szellemvilágban milyen cselekedet, milyen érdem kihez kötődik. És a Szent Szellemmel kapcsolatban ő nem érez ilyen érdemet. De ha azt mondod, hogy Jézus nevében, akkor mivel a démon előtt is világos, hogy Jézus kiüresítette magát, megalázta magát, emberré lett, szenvedett, tehát, hogy ő megdolgozott ezért, tehát szenvedett, nem érted? De ezt nem tudom elképzelni, hogy a démonok számára ez egy etikai, vagy léteznek etikai kérdések, ez inkább valami törvényszerűség lehet, nem? De azért, mert ez nem a démon számára ez nem etikai kérdés, hanem ő egyszerűen érzékeli a névnek a súlyát. Mondok egy példát erre, mert egyébként érdekes dolog ez, amiről beszélünk. Mert én még ilyenről nem hallottam senkit beszélni, hogy mit érezhet egy démon, miközben Jézus Krisztus nevével szembesítik. Jó, hát ez egy érdekes nem beszélgetés. Nem akarom magam ebbe beleélni, csak mondok egy, mert ezeket most ugye, mondjuk ezt, hogy a Tórából mindent meg lehet tanulni. A Tórában van egy parancs, hogy ne főzd meg a gödőjét az anyja tejében. Ez a parancs háromszor vagy négyszer is szerepel a mózesi törvényben, ami egészen különleges dolog, mert a mózesi törvényben még a viszonylag nagyon fontos parancsok is csak kétszer-háromszor szoktak szerepelni. És az, hogy hányszor szerepel ott egy parancs, az nyilvánvalóan nem véletlenül van és nem fölöslegesen, hanem ennek üzenete van, hiszen a Tórának egyetlen betűje sem hiába való módon lett oda leírva.
ezért ha valami ismételve van, az nem véletlenül van ismételve, ez többször el van ismételve, ezért vonja le a zsidóság azt a következtetést, hogy ez valami miatt egy rendkívül fontos parancs, és ebből fakad az, ami egyébként már túlmegy az indokoltságon, hogy teljesen külön választani a teljes és húsos ételeket, stb. Ezen az egy parancson áll. De ez egy rabbinikus dolog, akkor a teljes húsos szétválasztás? Hát ez egy biztonsági intézkedés, mert ugye egy nagyobb gazdaságban fejik a kecskéket, meg közben vágják is, és előfordulhat, hogy véletlenül anélkül, hogy ez tudatos lenne, pont annak a kecskének a tejét, vagy az abból készült vajat, vagy sajtot fogyasztanák el pont annak a kecskének a gidája mellé. Tehát, és hogy ezt elkerüljék, ezért a nagyobb gazdaságokban elkezdték, tudod, az összes rabbinikus rendelkezés az azon alapul, hogy olyan, tehát azon a programadó nyilatkozaton, hogy építsetek védőkerítést a Tóra köré. Ez volt hát tulajdonképpen a farizeus közösségnek a programnyilatkozata, hogy olyan parancsokkal egészítsük ki a Tórát, amelyek még a lehetőségét is elvágják annak, hogy valaki akár csak véletlenül is megszegje a Tórát. Tehát elképzelünk tehát minden lehetséges nagy gazdaság, ahol van rengeteg ember, pontosan, hát azért a Tóra azt mondja, 40-nél több botütés nem érjél egy emberre, akkor a rabbinikus parancs azt mondja, hogy 39 legyen a maximum, mert ha közben véletlenül elszámolja magát, akkor nehogy véletlenül 41 legyen belőle. Ez mindig egy biztosíték, egy ilyen Tatár György úgy szoktam mondani, egy puffer zónát hoznak létre a rabbinikus parancsok az ember és a Tóra között, hogy véletlenül se jussak el odáig, hogy egy tórai parancsot megszegjek. De most erről nem akartam beszélni, csak azért hoztam ezt szóba, mert azért veszik körül ennyire aggályos rendelkezések tömegével a vajas és húsos étel, teljes és húsos étel szétválasztását, hogy véletlenül se fordulhasson elő egy nagy, sok embert üzemeltető nagy gazdaságban, ahol véletlenül összecserélhetik akár a csirkehúst is a ködőjével, vagy mit tudom én, ezért inkább soha még azonos asztalra se kerüljön hús és vaj, és vagy tej, és teljes étel, stb. És ez azért van ennyire nagy gonddal kezelve, mert hogy a ne főz meg a güdőjét az anya tejében, az háromszor vagy négyszer, most nem tudom, már fejből is szerepel a Tórában, tehát nagyon fontos. Most ebből az egészből az biztos igaz, hogy ha ennyiszer szerepel, akkor tényleg nagyon fontos. Na de itt az a pont, hogy akkor gondolkodjunk el rajta, hogy ez a parancs tulajdonképpen mit parancsol. Miért annyira fontos, hogy én egy kecske gidát, vagy pontosabban gödőjét, mert az nem teljesen ugyanaz, mint a gida, de most hagyjuk, ne főzzek meg a saját anyjának a tejében. Ugyan miféle, tehát nyilvánvaló, hogy semmi egészségtelenség nem keletkezik attól, hogyha megfőzöm az anyja tejében. Akkor valami más kifogása van itt az igének. Most ilyenkor az ember nem tud más csinálni, mert az igén elmélkedni az jó és gyönyörűséges dolog, mint hogy a saját szívedben ugye elkezded forgatni ezt a dolgot, ugye elképzeled az egészet, és ugye azon gondolkozol, hogy tényleg keletkezik az emberben valami rossz érzés, ha elképzeli azt, hogy fogok egy kecskegidát, és akkor azt nekiállok a könyvkonyhába elkészíteni, és akkor belerakom a saját anyjának a tejébe, és abba megfőzöm. Tényleg az emberben keletkezik belül még egy ilyen undorérzés, és én megkockáztatom, hogy talán még, ha soha nem olvastuk volna a Tórát, hanem egy konyhában ott forgolódnánk egy vendégség előtt, hogy mit főzzünk, mit süssünk, és akkor valaki azt mondaná, hogy na nézd csak, itt van, tegnap épp levágtam ezt a kecskegidát, és most az anyja még úgyis bőven tejel, úgyhogy azt meg ugye ki kell fejni. Itt van csomó plusz kecsketej, meg itt van a gida is, főzzük meg. Szerintem még a nem zsidó embernek a bensejében is megmozdulna valami, hogy hát azért ez már egy kicsit olyan túlzás.
az inyenckedésnek egy ilyen eltúlzott izéje lenne, és nem tudnánk megfogalmazni, de lenne rossz érzésünk. Na most, hogy a Tóra kimondja ráadásul ezt háromszor vagy négyszer, akkor ezzel kívülről ad egy impulzust a lelkiismeretnek, hogy figyeljen erre a belső hangra, és hogyha most az egészet megpróbált fölhozni a szívedből a tudatodnak a szintjére, hogy értsed is, mert ugye végülis az elmélkedésnek az is lényege, hogy az ember az ilyen nehezen megfogható belső sejtéseit és intuícióit megpróbálja fölhozni a tudatára, és pontosan megfogalmazni. Én úgy tudnám megfogalmazni, hogy azért undorító vagy, visszataszító vagy, vagy szóval ilyen rossz érzést keltő az, hogy egy kecskegidát megfőzök abban a tejben, amivel az anyja őt szoptatta volna, hogy ebben mintha lenne valami nagyon mély kegyetlenség, ami nincs benne abban, hogy levágtuk a kecskegidát, az úgy önmagába elmegy. Az se baj, hogy feljük az anyjának a tejét, az is elmegy. De a kettőt így összerakni, hogy az anyja tejébe őt megfőzni, akinek ez a tápláléka lett volna. És az anya szemszögét is bevonnám, én nekem az jutott eszembe. Vont be, nagyon nagyszerű. Nagyon-nagyon nagyszerű. Szóval végül is az ember valami olyasmit érez, hogy ennyire nem szabad a világrendjét feldúlni és a feje tetejére állítani, hogy én egy állatot abba főzzek meg, ami neki az étele lett volna. Az Isten rendelt neki egy ételt, a kecskegidának az anyja tejét rendelte Isten ételül. És én, miután azt megengedi Isten, hogy elvegyem a kecskegida életét, és azt is megengedi, hogy az anyját megfejem, de azt a megaláztatást ne csináljuk már meg a kecskegidával, ne verjük már ennyire pofon a természetet, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam, hogy azt, ami az ő étele lett volna, én abba főzöm őt meg magamnak. Mert ez egyszerűen olyan, mint hogyha az ember, nem tudom én, a használt WC-papírt kiakasztaná a falra képnek, vagy tehát... Biztos vagyok benne, hogy létezik ilyen művészeti alkotás, ezt most mondom neked. Hát például Ceausescu az köztudott, hogy a Biblia alapját használt a WC-papírnak. Az is egy hasonló dolog, csak ott mondjuk nyilvánvaló a dolognak az Isten káromló jellege. Na most végsősorban akkor a ne főzd meg a gödőjét az anyja tejében dolognak, az a fő üzenete, hogy nincs ahhoz jogod, még egy nálad sokkal alacsonyabb szintű lény esetében sem, hogy megalázd őt. Megölheted a kecskegidát, és megeheted. De ahhoz, hogy az ő lényét egy ilyen élveteg, kizárólag a saját, hogy egy picit esetleg lehet, hogy jobb ízű lesz, úgy a kaja, ha anyja tejébe főzöd meg, és ezért a te kis élvezetedért azt megcsinálni egy bármilyen lényel az univerzumban, hogy a saját ételében főzöd meg, ezt nem teheted meg. Tehát ez nem teheted ezt meg az univerzum rendjével, nem állíthatod ennyit, nem bánhatsz a kecskegidával ilyen tiszteletlenül. Ezt tulajdonképpen ezt is kifejezi. És hát nem csak kitekered, illetve hát visszafordítod a természet rendjét ilyen értelemben, hanem még a saját úgymond pervers, vagy nem biztos, hogy ez a jó szó, de hát semmiképp sem természetes kívánalmaidra használod hát fel. És aki ezt ilyen egy jó ízzel megenne egy ilyen kecskegidát, ami az anyja tejébe lett megfőző, az bizonyos értelemben jó szó az, hogy pervers, mert ugye ez az eredeti szó latinul, angolul azt jelenti, hogy eltorzult. Ez egy eltorzult magatartás. Mondok egy másik dolgot, mert azért érdemes az állatok példáját ide behozni, mert mivel az állatok nálunk alacsonyabb rendű lények, ezért rajtuk nagyon jól be lehet azt mutatni, hogy mit jelent az, hogy tartozunk tisztelni a nálunk alacsonyabb rendűeket is. Hogy az, hogy én tisztelek valakit, valamit, az nem csak azt jelenti, hogy az én fölöttem levőket tisztelem, de az alattam levőket nem. Aki a fölötte levőket tiszteli, de az alatta levőket nem, hát azt még a
még a munkahelyen is úgy hívják, hogy pedálozik, vagyis opportunizmus, hogy, igen. Vagyis, hogy nem akarom mondani, hogy felfelé mit csinál, lefelé tapos, tehát ugye így szokták össze kapaszkodik. Szóval, hogy van az az ige, hogy ha találsz egy madárfészket az erdőben vagy a mezőn, a fiókákat megfoghatod magadnak, de az anyát bocsásd el, és itt jön az ige, hogy így folytatódik az ige, a fiakat fogd el magadnak, de az anyát bocsásd el, hogy hosszú életű légy ezen a földön, és jól legyen a dolgod. Vagyis ugyanazt az ígéretet csatolja egy madár anya elengedéséhez, mint a 10 parancsolatban a szülő iránti tisztelethez. Mert ott szerepel az, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a földön, és jól legyen dolgod. E szerint egy madár szülő iránti tisztelet ugyanazt az ígéretet Isten szemében ugyanazt az ígéretet vonja maga után, mint a szülő iránt, az embernek a saját szülője iránti tisztelet, vagyis ebben pedig az a tanítás, hogy maga a szülő státusza iránti tiszteletet igényli az ige, még abban az esetben is, ha itt ez esetben a madárszülő, az csak egy madár, akivel amúgy te teljesen uralkodhatsz fölötte, rendelkezésedre áll, mert mint embernek, Ádámnak az a parancs van, hogy uralkodjál a föld fölött, és hajtsd az uralmad alá. De ezek a példák, amiket mondok, ezek mutatják, hogy nem csinálhatsz meg akármit egy gödőjével, vagy egy mit tudom én, anya egy kacsával, vagy libával, vagy vadmadárral, vagy fogójjal, vagy akármivel, fácánnal. Tehát, hogy Isten, mert amikor ezeket a dolgokat feldúlod, akkor a rendet dúlod föl. És akkor már nem az állat ellen követsz el sérelmet, hanem Isten ellen követsz el sérelmet, amikor ezt a rendet feldúlod. Na most hogy a világmindenségben egy ilyen rend működik, ezt a szellemi lények jobban érzékelik, mint az emberek. Tibor. De még a gonosz szellemi lények is érzékelik, ezt a sátán is érzékeli. Na most ők ezt nem etikai vagy erkölcsi megfontolásból tisztelik a démonok, vagy ilyesmi, hanem azért, mert ez a rend, ez egy realitás. Ez egy természetfölötti realitás. Természetfölötti realitás az is, hogy ennek a rendnek a megsértői magával, Istennel kerülnek szembe, és ezért bűnhődnek. Ez pedig akár tetszik az ördögnek, vagy a démonoknak, akár nem tetszik, ennek a súlyát ők érzékelik. És nem szeretik ezt, tehát nyilvánvalóan nem szeretetből engedelmeskedik Jézus nevének, nem szeretetből fakad a tisztelete Jézus neve iránt, de egy démon tökéletesen tisztában van azzal, hogy Jézus nevének mekkora a súlya amiatt, amit Jézus tett, vagyis, hogy az univerzumban éppen a szeretet törvénye miatt Jézusnak nevének a súlya a legnagyobb súlyú név. Ugye ne felejtsd el azt se, hogy a kavod, a dicsőség héberben, az nehézséget jelent szó szerint. Kolhá kavod. Igen, de a maga a gyök, a kavéd, az annyit jelent, hogy súlyosnak lenni. Az, hogy amikor azt mondjuk, hogy kavod, vagy Istennek a dicsősége, valójában héberben azt mondjuk Istennek a súlya. Jézus nevének ugye magyarul úgy mondjuk meg tulajdonképpen görögül is, hogy dicsősége van, de ugyanez héberül azt jelenti, hogy súlya van. Jézus nevének óriási súlya van, és a démonok, mivel természetfölötti lények, tehát ilyen értelemben ők a természetfölöttire érzékenyebbek, mint az emberek, mert nem homályosítja el a természetfölötti érzékenységüket a testnek a tompasága és a testnek az öt érzékszerve,
nem véletlenül, hogy a démonok sokkal előbb felismerték Jézust, mint maguk a tanítványok, hogy ő a messiás. Hogy, tehát Jézus nevének ez a súlya, ez ő rájuk kényszerítőleg hat, tehát ezzel szemben ők tehetetlenek, és nagyon félnek is tőle, mert azzal is tökéletesen tisztában vannak, hogy mondjam, nem tudják ezt a súlyt megsérteni anélkül, hogy rettenetes büntetésben részesülnének, és éppen ezért hát jobban tisztelik ilyen negatív, ilyen fél, nem szeretetből való tisztelettel. Nem rettegésből. Nem rettegésből való tisztelettel jobban tisztelik Jézus nevét, és jobban tisztában vannak Jézus nevének a súlyával, mint az emberek, az átlag embernél aztán végképp, de a már úgy értve a meg nem tért embernél, de még a megtért emberek sokasságának esetében is azt lehet mondani, hogy a démonok ezzel a súlya jobban tisztában, a természet fölötti világban ott igazi értékeken alapul a rend, és igazi értékeken alapul a tisztelet. Mivel Jézus az a lény a látható világ mindenségben, most a nem látható atyát és a nem látható Szent Szellemet most őtőlük elvonatkoztatva, mivel ők nem váltak testé, ilyen értelemben láthatóvá, de Jézus láthatóvá vált. A látható univerzumban Jézus az a lény, személy, aki a legnagyobb szeretetet mutatta föl. Ezért, mivel az univerzum rendje valódi értékeken alapul, tehát nem azon, hogy ki mennyire gazdag, kinek mekkora politikai hatalma van, milyen szép ruhákba öltözik, vagy ki milyen autóval jár, hanem a természet, ezek csak ezek hamis értékek, és ez csak a becsapottak hiszik el. A természet fölötti világban ezek nem értékek, a természet fölötti világban az az érték, hogy ki mekkora szeretetet mutatott föl a többiek iránt. De most mivel Jézus mutatott föl az univerzum egész történetében, a látható univerzum egész történetében, kezdettől fogva mindvégig a leges-leges legnagyobb hibátlan teljes szeretetet, ezért az ő nevének van a legnagyobb súlya, és ezzel a démonok oly mértékben tisztában vannak, hogy ő nekik aztán erről semmit nem kell magyarázni. És az ember is csak azért tud ez esetben, ez ügyben eltévedni, mert hogy a testi vágyai adott esetben, tehát arra utalok vissza, hogy egy gödőjét simán megfőzünk az anya tejében, sőt ennél borzalmasabb dolgokat is csinálunk, ami ugye ellenkezik a renddel, tehát sokszor tudatosan ellenkezünk a renddel, de a démonok ezt nem tudják megcsinálni. De sokszor az emberek se. Olyan érdekes, hogy én például múltkor az egyik pásztor, tehát juhász, konkrétan nem. Valamilyen baj miatt tehát elkezdett szülni az egyik birka, de a szülés nem igazán sikerült, és ezért a kis birka szülés közben meghalt. De hogy ne menjen kárba, úgymond, ezért még ahogy ez már láthatóvá vált, meg minden, ahogy kijött a kis birka, de hát már ilyen gyakorlatilag halódó állapotban. Ugye levágta a juhász, hogy a vére azért kijöjjön, és fogyasztható maradjon. És ezt a kis birkát szépen meg is nyúzta, kis belezte minden, de egy egészen picike kis birka volt, tehát egy újszülött birka, és elküldte nekem. De már ő is úgy mondta, üzente, hogy hát ez nem az igazi, mert hát szülés közben és akkor hát gyorsan le kellett vágni, de hát még nagyon fiatal. Hát majd meglátod, valami olyasmit üzent, hogy ha akarod, készítsd el, de ha nem érzed úgy, hogy ez jó, akkor dobd ki, vagy dobjátok ki. És
És én is, ahogy már hallottam az egész történetet, ilyen rossz érzésem is lett, de ugyanakkor meg azért egy egészbe egy bárány sült, tehát így egészbe, ami még ráadásul akkora, hogy befér a sütőbe, és akkor azt még úgy izél minden, hogy végülis neki láttam elkészíteni. Én ezt nem, ezeket a gyerek állatok megevését, én ezt... Teljesen jó, de hadd mondjam végig a történetet, mert én végül neki láttam elkészíteni, fehér borba pácoltam, tehát mindenféle legfantasztikusabb dolgokat műveltem vele, és hát mégiscsak egy egész bárány tökéletesen megcsináltam úgy, hogy csak be kell tolni a sütőbe, és izé. És világi ismerőseimet hívtam meg rá vendégségbe. És a történet innen kezd nagyon érdekes lenni, mert nekem végig volt egy nagyon rossz érzésem az egésszel kapcsolatban, és én is végig azon a határon ingadoztam, hogy ezt nem szabad megenni. De bennem közben volt egy olyan is, hogy ha most viszont kidobjuk, akkor szegény birka még annyi értéke se volt, hogy legalább megettük, hanem tényleg csak eldobtuk a holttestét, vagy ilyesmi. Viszont megenni meg úgy éreztem, hogy én majd valószínű azt fogom csinálni, hogy hagyom, hogy ők a többiek megegyék, de én nem valószínű, hogy ebből fogok tudni enni egyszerűen gyomorilag. De fantasztikus, jól megcsináltam, és nagyon jól ízett. Tehát mondom újra, hát azért egy egészbe sült bárány a sütőbe, ilyen borba pácolva, meg ez komoly kaja. Az a fantasztikus, hogy a világi vendégeim abban a pillanatban, ahogy hát ugye eleve, hogy pici is volt, de az még úgy annyira nem, de ugye ennek kapcsán én végül is elmondtam. Még mielőtt betettem volna a sütőbe. És azért, mert úgy érezted, hogy joguk lehet, van tudni? És miközben betettem a sütőbe. De azért, mert úgy érezted, hogy joguk van ezt tudni? Vagy pedig egyszerűen Nem ilyen erkölcsi kényszerből, hanem nekem végig ott volt bennem ez az, és valahogy úgy éreztem, de egyébként ez is benne volt, hogy nekem is így adta a juhász, én bennem is végig ez az érzés volt, és akkor gondoltam, hát világiak ezek biztos nem problémáznak annyit, mint a keresztények, és hát ezért, de gondoltam, azért legyen meg a szabadságuk ebben a döntésben. Én meg úgy gondoltam, hogy akkor nem megy kárba, de viszont én meg nem eszem belőle. Ilyen farizeus vagyok. Na de fantasztikus volt a reakció, mert a világi vendégeim, és ráadásul még csak nem is zsidó világi vendégek voltak, azok azt mondták, hogy ők ebből egy falatot nem tudnak enni. És sőt, még ilyen elég megbotránkozó is néztek rám, hogy egyetlen én ezt hogy gondoltam, hogy én egy ilyet elkészítek. És végülis ment ki a kis bárány a rókáknak, és így volt ez jó, szerintem. Bármilyen furcsa, de utána én nagyon sokat gondolkoztam, de miért volt nekem ettől olyan rossz érzésem. És aztán, amikor egyszer olvastuk az osztályommal a Bibliát, és akkor van az az ige, hogy bármely állat a megszületése után 8 napig legyen az ő anyja alatt, a 8. naptól fogva kedves áldozatul az Úrnak. És itt nem az Úrnak bemutatott áldozatról volt szó, de én úgy érzem, hogy bennünk, a bensőnkben, mivel a lelkiismeretbe be van írva Istennek a törvénye, a világi ember lelkiismeretébe is, ezért belül megszólalt az, hogy ez a bárányka nem élt még eleget ahhoz, hogy te megehesd. Mert ennek tulajdonképpen ez az értelme. Mert 8 napos korától, vagy mit tudom én, tehát azért szerintem te is most így vagy úgy a gyerekállatok ide meg oda, de valószínűleg ettél már bárányt. És az is egy kis állat volt. De nem ennyire kicsi. Tehát az, hogy nem volt még 8 napja se, hogy éljen, hogy egyáltalán nem ismerhette meg azt, hogy élni az jó, vagy most hogy mondjam, tehát nem élvezhette még az életet, hanem rögtön elköltözött, ahogy megszületett. Egyszerűen hiába, hogy csak egy bárány, nincs szelleme, nincs izé, minden, Isten
lásd az előző túrai izéket, hogy azért az állat, hogy mondjuk az anyát engedd el, és akkor neked te hosszú életű leszel, és jó lesz a dolgod ezen a földön. Miért is egy madár anya miatt, egy tojó miatt? Ebből kitűnik, hogy Isten minden teremtett lényét tiszteli. Nem abban az értelemben, hogy nagyobbnak tartja magánál nyilvánvalóan, hanem a maga helyén és maga létezésében minden teremtett lénye felé tisztelettel, szeretetből fakadó tisztelettel bír, és ezt iszonyú komolyan veszi az egész világ mindenségben. És ez van beírva a mi szívünkbe is, és ezért érezzük úgy, hogy és érezték úgy még a világi vendégeim is, és nem szívbajos emberek, tehát nem ilyen túl érzékeny izék, ilyen nyafka figurák, akik szóval, hogy mondjam, még a szúnyogot se csapja agyon, hanem inkább csipeti magát, tehát nem ez a mű szeretet, vagy hogy mondjam, ilyen, mint a vegánok, hogy semmilyen állatot nem szabad megenni, mert ezeket én mű dolognak tartom abszolút. Ilyen műszeretetek, amivel az emberek azt akarják bebizonyítani saját maguknak, meg másoknak, hogy ők milyen jók. Tehát nem ilyen vendégeim voltak, de egyszerűen zsigerileg senki nem bírt volna enni a kis bárányból. Hát ha bárki esetleg Tiborhoz menne vacsorázni, akkor vegye számításba, hogy ilyesmi előfordulhat. Soha többet nem fordul elő. Ilyen és soha többet én ilyet nem. Át se veszek, mert még utána azért is megfettek a világ ismerőseim. Hogy át se kellett volna venned? Hogy egyáltalán hogy gondolja ez a juhász, hogy ilyet nekem ad? Hogy egyáltalán ilyet, hogy gondolja, hogy ő bárkinek fölajánl étkezésre? Úgy kell megvédenem, hogy ő mondta, ő se biztos benne, meg mit tudom én. És rajtam is csodálkoznak, hogy egyáltalán hogy gondolom, hogy egy ilyet. Pedig hát ugye itt semmi egészségügyi probléma ezzel nem volt. Ez tisztán szellemi jellegű probléma. És világi emberek, volt köztük full ateista is, szelleme is érzékeli azt, hogy ez nem megy. Arról mi a véleményed, amikor oly módon veszünk részt az embertelen tömegtermelésben, hogy mondjuk olyan hamburgert teszünk, vagy olyan húst vásárolunk, ami hát finoman fogalmazva biztosan nem volt semmilyen szinten tekintettel erre a tiszteletnek a törvényére, a teremtmények iránt? Hát ez nem egyszerű, ugye Pál apostol tulajdonképpen ennek a kérdésnek is a feltárására vállalkozik az első korintusi levél 8-9-10. Fejezetében, 3 fejezeten át tárgyalja. Persze erre lehet mondani, hogy a bálványáldozati húsra nézve folytatja ő az elmélkedést, de igazából nem csak arra nézve. Most a lényeg, amit csak akarok mondani, mert 3 teljes fejezeten keresztül viszi végig a gondolatmenetet gyakorlatilag úgy, hogy az elején, ahonnan elindul, annak a szöges ellenkezőjéhez érkezik el a végén. Tehát fantasztikus becsületességgel megy le ennek az egésznek a mélyére, és akkor végül ugye úgy foglal állást, és ez a keresztények számára mivel a Bibliában van, de hát nem csak ezért, hanem mert a Szent Szellem tanúságtétele van rajta, emiatt Szentírás, hogy ne kérdezősködjünk, hogy honnan van valami, hanem együk meg, amit telénk tesznek, de ha valaki megmondja, hogy bálványáldozati hús, akkor azt mondja, ne egyétek meg, de nem a hús miatt, hogy mintha az ártana önmagába, hanem a lelki ismeret miatt, és nem is feltétlenül csak a saját lelki ismeret miatt, hanem a másik ember lelki ismerete, például aki megmondta, hogy az bálványáldozati hús amiatt.
Na most én ezt tartom általánosságba irányadónak, hogy az ember, hogyha vesz egy hamburgert, vagy akármit, akkor ne nagyon, ne kezdje, úgy mondja pár, hogy semmit se kérdezősködjetek ilyenkor. Tehát nem kell megkérdezni, hogy ezt honnan, úgyse tudják ott megmondani, stb. Stb. Tehát ez bonyolult is lenne. De az kétségtelen, hogy amit ma bizonyos állattartási izékben csinálnak, az elfogadhatatlan. Egyébként a zsidóság nem is tekinti kósernek, például az olyan hálón fölnőtt csirkét, amelyik soha életében napot nem látott, soha életében szilárd talaj a lába alatt nem volt, hanem dróthálón töltötte el az életét azért, hogy az ürülékét egy ilyen tárcán csak úgy ki lehessen húzni alóla, meg visszatolni. Irtózatos tömegnyomorban van összezsúfolva a társaival, és gyakorlatilag életében természetes eredetű tápanyagot nem kapott. Ezt a judaizmus nem is tekinti kósernek. Tehát nem is fogadják ezt el, még akkor se a kóserről van levágva. Múltkor beszéltem szintén ott az én környezetemben olyan gazdákkal, akik rendes csirkét, meg rendes tojást csinálnak, és mondja az egyik, hogy ő vett ilyen csirkéket, amik ilyen hálón nőttek föl, de valami miatt. És azt mondja, hogy hát nem tudtak a baromfi udvaron menni. Nem, tehát talán még olyan is volt, amelyik eldőlt. Tehát, nem tudtak volna szegények, persze. És hogy úgy meg kell tanulni, úgy gyakorlatilag járni, meg tehát, na most ugye ez olyan szintű állatkínzás, tehát olyan szintű embertelenség, és én attól tartok, hogyha az ember mindenhol, ez ugye nyilván a McDonald's-ba vagy a közértben megkérdezett, hogy ez honnan van, nem fogják tudni neked megmondani, hogy honnan van, és nem is stresszeltetheted ezzel szerintem a közértnek a dolgozóit, meg azt is mondja a pálapost, hogy ne kérdezősködjetek, amit a mészárszékbe árulnak, egyétek meg. De mind a mellett, mondjuk nekem hogyha amikor már a tányéromba teszik a csirkét, és akkor megmondanák, hogy na ez az, ami a dróthálón szenvedte végig az egész életét, soha napot nem látott, soha talaj a lába alatt nem volt, soha normális kaját nem evett, akkor nem egészségügyi problémáim lennének ezzel, hanem hasonló, mint ez a gödője. És én egyébként azt gondolom, hogy a jelenlegi világ azon apokaliptikus gonoszságához, ami miatt Isten ítélete, meggyőződésem, szóval nagyon meg lennék lepve, ha ebben az évszázadban nem érkezne el erre a földre, úgy, ahogyan az a jelenések könyvébe le van írva. Az egyik oka ez lesz. Hát nekem van egy székely ismerősöm is, az is ilyen természeti ember, fönnél a fenyvesbe egész magasan, ahol már az áfonya terem, meg ilyen egy méter széles törzsű fenyők nőnek, meg medvék járkálnak. De mivel szegény ember, ezért telente elmegy nyugatra vendégmunkásként dolgozni. És hát ő olyan ember, aki vágott már bőven birkát, mindent, amit nem őse egy szívbajos típus, és Németországban talált munkát egy ilyen disznófeldolgozó üzembe, egy disznóvágóhidon. És hát én megmondom őszintén, hogy engem nagyon megdöbbentett az, amit mondott, mert azt mondta, és hát ettől egészen rosszul lettem, hogy ha jól emlékszem, nem is tudom, talán napi 150 ezer disznót dolgoz föl csak az a gyár, és gázzal ölik meg őket. Na most, ha gázzal ölik meg a disznókat ott tömegesen, akkor most hát az fulva volt állat. Szóval azzal már nagyon-nagyon komoly
problémák vannak, még a Noé-nak adott parancsok, tehát a... Hát ha csak nem valami ideggázzal, ami szívleállást okoz. Például. Hát mondjuk az se éppen kóservágás, ha szívleállással hal meg valami. De jó, ezt nem tudom, rendben, meg tényleg nem is akarom, hogy az ember azért beszél ezekről óvatosan, hogy nehogy az lenne, hogy aztán mit tudja, a németországi testvérek meghallják, és akkor nem, többet nem mernek húst tenni. Tehát erről szó sincsen. Ilyen, ezért mondom, hogy nem kell tudakozódni. De viszont az kétségtelen, hogy ezek a dolgok megint ugye elnézést, de szóval a Pálapostolnak, amikor azt a mondatot leírja, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, akkor egy tökéletes igazságot ír le. Nyilván nem véletlenül került be ez is a Bibliába, mert ez végig gondolható, hogy tulajdonképpen a Földön lévő összes igazán rossz nagy hatású tevékenységnek, mindegyiknek a végső oka az a pénznek a szeretete. Tehát az, hogy valaki nagyon meg akar gazdagodni. És valahogy mindig ezen a ponton kezdődik el a dolgoknak egy ilyen lezüllése és egy ilyen rossz irányba kanyarodása. Mert egy csomó, én már még a magam kis rövidke életében is láttam azt, hogy mit tudom, idejött Budapestre egy szintén székely pékség, és először csak egyetlen egy boltot nyitottak meg a Batthyány utca és a Hattyú utca kereszteződésénél, és ők sütötték akkor szerintem Budapesten a legfinomabb kenyeret, úgyhogy én képes voltam a város másik végéből elmenni oda kenyeret venni, hogyha szerettem volna jó kenyeret enni. Aztán megnyílt még egy boltjuk itt, meg még egy ott, meg még egy ott, meg még egy ott, meg még egy ott. És közben a kenyérben meg ilyen egyre nagyobb, ilyen 2-3 centi átmérő lukak voltak már, meg ilyenek. És szépen lassan a dolog elkezdte elveszíteni az eredeti lendületét, mert nyilvánvalóan, amikor ez már beindul, és akkor már arról szól, hogy na most akkor pedig elkezdünk ezen jó sokat keresni, abban a pillanatban valahogy a minőség már nem ugyanolyan, mint amikor még nem arról szólt, hogy sokat fog rajta. Minőség elpártol. Szidjuk a fiatalokat például, én nem, de izé, hogy a pornófüggő, meg ilyen szexuális izé, meg olyan szexuális zavarok, meg bűnök, meg ilyenek. Na de hát elnézést, hogyha nem lennének pornó oldalak, meg emberek nem keresnék halára magukat, mint például most nemrég elhunyt Hefner, azon az üzletágon, hogy műembereket, mert hát már elnézést, de a Hefnernek is a hogy mondjam, általa kultivált női szépség az gyakorlatilag mű, azok műemberek. És most már lassan már mindenki. Tehát csak azt akarom mondani, ha ez ebben nem lenne iszonyatos nagy pénz, és az emberekre ez nem nyomnák rá, direkt ráülve a legalantosabb ösztönöknek, és pont a fiataloknak, akik ezen a területen még pont csak gyakorolnák az önkontrollt, de még nem alakult ki nekik, és inkább abba kéne segíteni nekik, hogy 13 és 23 éves koruk között azt a 10 évet arra szánnák, hogy azt megtanulják, hogy kell kezelni a hormonoknak ezt a robbanását, amit átélnek. Ahelyett, tehát hogy erre tanítanánk őket, ehelyett merő pénzmániából meglovagolni pontosan ezeket a még kontrollálatlan vágyaikat, és úgy tönkre csapni az idegrendszerüket, meg az érzelmi életüket, meg mindent, hogy aztán utána csoda, ha egyáltalán valaha képesek lesznek normális kapcsolatra, és normális szexuális kapcsolatra, azok után, hogy ezeket látják, meg azt hiszik, hogy ez a normális, ahol a műembereknek a mű élete, vagy
nyelvű izéje, mindene. Szóval, hogy és akkor lehet mondani, hogy a fiatalok ilyen rosszak, meg olyan rosszak, de hát én, ahogy ismerem a fiatalokat, hát azok inkább, hogy mondjam, kétségbe esetten keresik, hogy tudnának megtalálni az igazit, meg ilyenek. Csak, tehát magyarul azt akarom mondani, hogy nem ott kezdődik a bűn, hogy ők paráznák, vagy akármi, hanem ott, hogy valakik óriási extra profit reményében őket ebbe az irányba benyomják. Köztudott, hogy a drogon, a pornográfián, a prostitúción és a szerencsejátékon lehet a legnagyobb extra profitot termelni, ezért csinálja azt a maffia mindenhol, hogy amikor egy országba bemegy, és ott megveti a lábát, és fel akarja tőkésíteni magát, akkor először ezekben az üzletágokban hatalmas extra profitot termel, és az így termelt extra profitját később kimenti nyugodtabb és polgáribb vállalkozásokba, és hogy mondjam így, utána már egy szelidebb, mert minden normális tevékenységen csak kevesebbet lehet keresni, mint ezeken. Tehát tökéletesen igaza van szerintem Pálnak, amikor azt mondja, hogy a világban lévő minden rossznak a gyökere a pénzszerelme. Az egyház történelemben is lehet látni, hogy a római katolicizmustól elkezdve a protestantizmus különböző hátrán, tehát negatív dolgain mindig ott volt. Tehát például most pont foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy mert ilyen bibliafordítási problémának szinte egy állatorvosi lova, hogy mindent be lehet mutatni rajta, ami rossz, hogy a Noénak az átka a Kánra, ami a Kám dolog miatt volt, hogy ugye azt utána, amikor elkezdődött az afrikai feketéknek a rabszolgaságba hurcolása Közép-Amerikában, meg az Egyesült Államok déli államaiba. De ezt azért elmondott, hogy ez micsoda? Mi? Hát az az átok, amit mondott Noé Kámra. A Kámra nem mondott semmilyen átkot, hanem a Kánaánra mondott átkot. Kám vétkezett ugyan, de mégis a gyereke, a negyedik gyereke a Kánaán került átok alá. Ott arról én nekem most csak annyi mondani valóm van, nem akarok ebbe az irányba elmenni, hogy az eredeti héberben ott nem egy óhaj van kifejezve, tehát nem felszólító módban állnak az igék, hogy legyen átkozott Kánaán szolgák, szolgája legyen a testvérei között, hanem a héberben kijelentő módok állnak mindenhol. Kánaán átkozott lett, szolgák szolgája lesz a testvérei között, vagyis ez is már egy óriási különbség, hogy a Noénak ez nem a vágyát fejezte ki, az óhaját, kívánságát, hogy az kisunokám legyen átkozott, mert milyen nagypapa az, amelyik azt szeretné, hogy az unokája legyen átkozott. Ráadásul egy olyan unokája, aki nem csinált a világon semmi rosszat. Hanem itt ő csak tényként állapította meg, hogy a Kámnak, a fiának a bűne, az egy generációs átkot indít el a legkisebb gyermekén. De azzal, hogy ezt kimondta, végül is, hát egyrészt a kimondott szó az előre mozdít dolgokat, vagy épp létrehoz, vagy életre hív. Nem ő hozta létre, hanem ő csak megállapította ezt. Na de a másik, amit felhoztál. És akkor is működött volna ez, ha ő ezt nem állapítja meg. De én plasztikusan ezt tudtam kifejezni, hogy én szerintem, vagy nem szerintem, de úgy mondom, még az sem kizárható, hogy a Noé sírva mondta ezeket ki. Fölébredt, megtudta, hogy mi történt, és azt mondta, hogy Kánaán átkozott lett. Szolgák szolgája lesz a testvérei között. Lehet, hogy még hozzá is tett. Ez rettenetes. Csak hát nem tudunk mit csinálni, mert elindult egy olyan generációs átok, amit nem tudunk leállítani. Még nem történt meg a megváltás, nem lehetett leállítani. Jézus, amikor meglátja Jeruzsálemet az olajfák hegyéről, akkor azt mondja, hogy
hogy jaj, neked, mert nem ismerted meg a meglátogatásod napját, és ezért az ellenség körül fog venni, és földre fog taposni, és el fognak pusztítani, és a fiait szét fognak szóródni minden irányba. De ott van, hogy ezt az egészet sírva mondta. Tehát a prófétákról ugye nagyon sokan, ez is egy ilyen átkos kálomista, kálvinista örökség, hogy azt hiszük, hogy a proféták kéjelegve dörögték ezeket az itt élő proféciákat, mint hogy a proféta iszonyú dühösen itt most mindenkit elküld a halálba, meg a pusztulásba, és a többi, holott ez nem így van. Jeremiás is leírja, pedig ő aztán tényleg kemény proféta volt, hogy azt mondja, hogy hát bárcsak a fejem vízzé változnék, a szemem meg a könyhullatásnak a kút fejévé, hogy tudnám siratni a népem megöltjeit, népem leányai, és a többi. Minden csontom reszket. Olyan vagyok, mint a bortól berúgott ember a nép bűnei miatt, meg hasonló. Mikeás proféta azt mondja, hogy Bét Leafrában, aminek ugye a jelentése is az, hogy a pornak a háza, lefeküdtem a porban fetrengve, sikoltoztam, mint a struccok, és üvöltöttem, mint a sakálok, annyira fájt a népemnek a bűne. Tehát a proféták ezt nem élvezték. A proféták majd bele haltak abba, hogy ők látták azt, hogy a népre pusztulást fog hozni a magatartása. Ők nem kéjelektek, ők ebben ennek nem örvendeztek, ők nem éreztek közben ilyen erkölcsi felsőbbrendűségi érzést. A hamis proféták jellemzője, hogy örülnek, amikor más emberek szenvedését, akár a bűnös emberek szenvedését látják, vagy előre látják, mert azért kéjelegnek benne, mert ők maguk ilyenkor jobb embernek érezhetik magukat, és a saját erkölcsi felsőbbrendűségi érzésük lubickol abban a kétes értékű boldogságban, hogy nem én vagyok ez a bűnös ember, és hogy én jobb ember vagyok, hiszen én Isten szócsöve vagyok most ebben a helyzetben, ő meg egy gazember, aki pusztuljon. Ez nem proféta. Ez csak egy önmagát becsapó, a többi embernél önmagát jobbnak tartó vallásos szörnyetegnek a a belső érzésvilága. És egyébként pont ez az érdekes, mert most néztem végig, hogy hol állt be a Noé átkának ebben a fordításában, a fordítási hagyomány, tehát végignéztem a görög fordítást, tehát ahogy sorba születtek, hogy hol állt be az, ahol először ez úgy lett fordítva, mint hogyha a Noé ezt akarta volna, és nem csak tényként jelentette be. És hát az a nagy helyzet, hogy Lutherig ez normálisan volt fordítva, a Luthernek lehetett, akkor ugye ő éppen a pápával egy ilyen átok háborúban állt, a Luther ugye írja is, hogy a pápa engem kiátkozott, én is kiátkoztam őt, de úgy látszik az én átkom erősebb, mert azóta a pápa csak fogy és sorvad, én meg egyre jobban érzem magam. Na most én egyébként megértem a Luthert, meg Isten emberének tartom, meg tényleg. De amikor az ember ilyen szellemi konfliktusba kerül, hogy ilyen átok háborúban áll, ráadásul keresztényként, mindkét oldal kereszténynek legalábbis mondja magát, és közben kölcsönösen záporoztatják egymás az átkokat, az olyankor vigyázni kell az embernek, mert az nagyon könnyen meg tudja belül keményíteni. És nagyon érdekes, hogy a Luther az első, aki a német bibliafordításban beteszi ezeket a felszólító módú igéket, hogy átkozott legyen Kánaán, szolgák szolgája legyen. Na, de innen térünk vissza oda, hogy minden gonosz, hogy minden rossznak gyökere a pénzszerelme, mert az a nagy helyzet, hogy abban az időben indul el a fekete afrikaiaknak a tömeges átszállítása Közép-Amerikába, Dél-Amerikába és Észak-Amerikába rabszolgának.
Sőt, egyébként nem csak ezekre a helyekre, hanem még ezen kívül más gyarmati területekre is, és az egészet mondjuk elvileg spanyol katolikusok kezdték el valahol Mexikó tájékán, de villámgyorsan ráálltak a protestánsok is, olyan az angol szászok, a hollandok, a mindenki, annyira gyorsan ráálltak, hogy tulajdonképpen nem is lehet tudni, hogy nem voltak-e a protestánsok is kezdettől fogva benne a dologba. Most ugye a katolikusoknál az a szituáció, hogy a katolikusokat azért annyira a Biblia nem érdekli. Bocsánat, elnézést, az őszintességeért, de fáraszt, hogyha mindig ilyen, hogy mondjam, be kell csomagolni a dolgokat. Szóval tehát a katolikusok, de most tehát tényleg komolyra fordítva a szót, ugye a hagyomány vezeti őket, a papok, lelkészek, püspökök, stb. Megmondják, mit kell csinálni, és a katolikus emberek nagy része a Bibliát soha nem olvasta, sőt a katolikus emberek igen nagy része nem is pontosan tudja, mi a Biblia, mert nagyon sok katolikus az ima könyvét összetéveszti a Bibliával, vagy a katekizmust. Tehát annyira a Biblia egy katolikusnak a személyes életében, mint napi táplálék, illetőleg, mint az egész belső összefüggéseinek a megértése és állandóan újraolvasott tanulmány nem szerepel. Protestánsoknál viszont igen. Ezért amikor mondom, mindjárt a kezdetek kezdetétől fogva a protestánsok is belevetették magukat a gyarmatosítás örömei közül is, még azon belül a rabszolgák millió számra való áthurcolásába, embertelen körülmények között hajókon és utána a rabszolgaságban tartására, akkor ezt a protestánsok meg kellett, hogy indokolják az igével, hogy ez miért jó. De mi, hogy ez effektíve az egyház ebben benne volt? Hát ne viccelj már, hát ezek a kálvinisták, a luteránusok, a baptisták, a mit tudom én, ezek minden héten templomba jártak, és minden étkezés előtt Bibliát olvastak föl, és az ételt megáldották. Ezek protestánsok voltak, Biblia központú emberek, de és itt jön az írástudók felelőssége, hogy a lelkészek, teológusok elkezdték azt tanítani, hogy hát a Noénak az átka, amit a Kánaánra mondott, az nem csak a Kánaánra igaz, hanem a Kámra is, hiszen a Kám követte el tulajdonképpen azt az ominózus bűnt, ami miatt a Kánaánra átkot mondott. A szegény kis Kánaán az semmit nem csinált, az csak egy generációs átkot örökölt ilyen módon. Ugye az igazság az, hogy Noé Kámra nem mondott átkot, nem tartalmazza a Biblia, hogy mondott volna. Noé azt állapította meg kijelentő módban a héber szöveg szerint, hogy a Kámnak a bűne miatt, ugye konkrétan még akkor azt is idézzük föl, hát ha valaki nem emlékszik, hogy ugye a Noé bortivott, berugott, most ezt hagyjuk, mert nem tudjuk most ezt megmondani, hogy ez most bűn volt-e, vagy pedig még soha senki előtte nem ivott bort, mert ő volt az első szőlőültető, és emiatt tulajdonképpen ez egy új élmény volt, ami tudatlanságból történt, és ezért történhetett meg. A lelkiismereti korban csak voltak azért olyan cuccok, amikkel az emberek... A Biblia nem írja a szőlőt. Az első eset, ahol azt írja, hogy Noé szőlőt kezdett ültetni, az tehát őnála fordul ez elő először. De én egyébként nem gondolom, hogy feltétlenül ki kell magyarázni Noénak a tettét ilyen dolgokkal, mert még az is lehet, hogy ez tényleg az ő részéről nem volt helyén való, hiszen Isten emberei más esetekben is követtek már el a Bibliában bűnöket. Dávid, Salamon és sorolhatnánk, Noénál sem dől össze a világ, hogyha ezt feltételezzük, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ugye amikor meztelenül fekszik részegen a sátrában, akkor legkisebb fia Kám bemegy, és meglátja ezt az egészet, és ahelyett, hogy betakarná, kimegy, és kint elmondja a két nagyobbik testvérének. Mire azok háttal mennek be, annyira nem kíváncsiak a dologra.
és háttal bemenve, vállukon egy lepedőt, egy pokrócot tartva, háttal bemenve betakarják ugyanolyét, hogy meg se lássák a meztelenségét. Nyilvánvaló, hogy a kámnál nem, tehát tényleg volt rossz indulat, mert mi értelme volt annak, hogy ő ahelyett, hogy ha már meglátta és betakarta volna, ahelyett miért kellett elmondani kint, kimenni és kint elmondani a két bátyjának, ez semmiképpen nem a szeretetnek és a tiszteletnek a cselekedete, mert a szeretetről a Biblia azt mondja, hogy mindent elfedez, azt is mondja, hogy aki keresi a szeretetet, az elfedezi a dolgot, aki ismételten előhoz egy dolgot, elszakítja egymástól még a barátokat is. Tehát a kámnak ez a gesztusa semmiképpen nem a szeretettől volt motiválva, sem pedig a szülői tisztelettől, és ez valóban egy nagy tiszteletlenség volt az apjával szemben, aki egyben Isten embere is volt, és aki egyben az ő életének a megmentője is volt, hiszen a bárkába a kám se élt volna túl, hogyha Noé nem csinálja meg ezt az egész projektet. Na most a Sém és Jáfet is világos, hogy nagyon-nagyon jól reagáltak, hogy nem voltak kíváncsiak, nem akarták látni az apjuknak a szégyenét, bűnét, hanem el akarták azt fedezni, tehát csodálatosan mutattak példát arra, hogy az embernek hogyan kell tisztelnie és szeretnie a szüleit is, de nem csak a szüleit, hanem más embereket is. De hát ugye minden viszonyt az ember a szülein tanul meg. Na most ezért van, hogy ugye a két kőtábla közül a második szabályozza az emberi embertársak iránti szeretett parancsait, és azok közül az első a tiszteld apádat és anyádat, mert még annál is fontosabb, mint az, hogy ne ölj vagy ne kövess el házasságtörést, mert az ember minden emberi viszonyt a szülein tanul meg. Na, lényeg az, hogy ugye mikor fölébred Noé, akkor megállapítja, hogy tehát még egyszer mondom a héberben kijelentő módban, hogy Kánaán, vagyis Kámnak a negyedik legkisebb, azaz legkisebb gyermeke átok alá került. Nem átkozza meg, hanem megállapítja, mint szellemi ember, hogy mivel Kám az apja ellen vétkezett, ezért ugye a generációs átok az egy olyan jellegű dolog, hogy mindig azt adja vissza, amit csinált az ember, aki az apja ellen vétkezik, annak a gyermekén jön ki, hogy ő is úgymond apaként élje meg azt, hogy az milyen rossz volt. Tehát ugye Jákob becsapja az apját az áldás kapcsán, aztán utána a 12 fia közül 10-30 éven keresztül folyamatosan hazugságba tartja a legkeményebb és legnehezebb kérdésekbe, például Józsefet illetően. Egyébként ennek kapcsán csak egyetlen kérdés, hogy József miért nem kereste a saját családját, az apját, megkereshette volna, mikor már hatalom volt a kezében. Erről van véleményem, de most nem akarnám megszakítani az eddigi gondolatmenetet. Szóval azt szeretném mondani, hogy visszatérve az egészhez, hogy a Noé a Kámra nem mondott ki átkot. Sőt, ő senkire nem mondott ki úgymond átkot, ő csak megállapította azt, hogy a szerencsétlen Kánaán non egy generációs átok lecsapódik emiatt a dolog miatt, és ennek az lesz a következménye, hogy a Kánaán szolgák szolgája lesz a testvérei között. És na most ezt akkor, amikor elindul a gyarmatosítás idejében a fekete rabszolgaság, akkor egy ügyes kis csúsztatással a lelkész és teológus urak, mind katolikus, mind protestáns, kálvinista, evangélikus, anglikán, baptista, akit csak akartán, a kvékereket kivéve, és talán ez nem véletlen, mindenhol a lelkészek elkezdték azt a szöveget nyomni, hogy de hát a Kám követte el a bűnt, tehát akkor a Kámra vonatkozik tulajdonképpen ez az átok, tehát akkor
mivel a Kámtól származik Kús, vagyis Afrika teljes lakossága, és az átok úgy szól, hogy szolgák szolgája lesz a testvérei között, és aztán még külön meg is említi, hogy terjessze ki Isten Jáfetet, neki lesz szolgája Kánoán, Jáfettől származik az egész európai és ázsiai civilizáció, gyakorlatilag az összes angol szász, német és egyéb népek, ez is ténykérdés, így van, tehát akkor az angol szász népek tarthatják rabszolgasságban hát a kusita népeket. És ezt nyugodj meg, hogy évszázadokon keresztül, vagy mondjuk minimum egy évszázadon keresztül, de inkább kettő, hát gyakorlatilag az amerikai polgárháborúig, ami emiatt tört ki tulajdonképpen, vagy ez volt az egyik fő oka a kitörésének, hogy egyszerűen jobb érzésű keresztények elkezdték úgy érezni, hogy ezt már nem lehet tovább csinálni, ez már olyan szintű arcul csapása az igazságosságnak, hogy lényeg az, hogy addig az angol szászok, az egész angol kultúrkör, németek, hollandok ugye élen jártak gyarmatosításba, a katolikus spanyolok, de hollandok mind kálvinisták voltak, tehát ugye az volt a kálvinizmus egyik abszolút bázisa. Ezt tanították, hogy a feketék azok a kús, azok a szolgák szolgája, és ezzel több millió embernek a sorsának a tönkretételét, a hazájából való elhurcolását, a rabszolgaként való dolgozását megideologizálták úgy, hogy ezek közben minden vasárnap templomba jártak, és ott a lelkész mondta el nekik, hogy ezt miért szabad csinálni. És hogy ez miért jó így. Tehát ez egy bámulatos produkciója a vallásos csalásnak, amit nem csak katolikus, hanem történelmi protestáns körökben is épp így elkövettek. És tehát megint, ugye az egészet annak a példájára hoztam föl, hogyha ebbe a dologban nem lett volna iszonyú nagy pénz, akkor ez a teológiai csúsztatás, ez a hamis teológia, és ennek gyakorlatilag az egész protestáns közegben, és hát aztán most ma tudtam meg egyébként, hogy az a bizonyos protestáns felvirágzás, azok az óriási anyagi sikerek, amit a protestánsok elértek, iszonyú nagy, nagyon komoly anyagi felvirágzások, azok mögött rabszolgamunka állt. Tehát itt az egész teljesen, hogy mondjam, kétségbe vonódik, hogy a protestáns kapitalizmus micsoda nagy áldás volt az emberiség számára, mert közelebbről megnézve ennek ez volt az ára, és emögött egy bibliailag, mennyiségileg nézve icike-picike csúsztatás, hogy a gyakorlatilag csak egy nevet kell kicserélni a másikkal, és most már direkt megnéztem a Vizsói Bibliát, ami a Károlinak az első, ugye, amit maga a Károli tényleg fordított, és még senki nem piszkált bele, mert ugye a mai Károli Bibliákban már ezer helyen belepiszkáltak azóta mindenféle református teológusok meg lelkészek, és sok helyen abszolút a kárára. De a Vizsói Biblia az tényleg a Károli munkája. Fantasztikus egyébként, hogy a Károli, pedig akkor már kész volt a Luthernek a verziója, hogy átkozott, legyen Kánoán szolgák szolgája, legyen a testvérei között, hogy a Károli visszatért a héber eredetihez, és nem legyenezett, hanem csak jelentő mondatokat írt, tehát jobban fordítja, mint Luther, pedig ő használta a Luther fordítását, de nyilván észrevette, hogy a Luther itt csúsztatott egyet. De azért a Vizsói Bibliának is a margóján, ahol a kis alcímecskék vannak, ott azért az áll, hogy Noé megátkozá az Kámot. Holott nem Kámot átkozta meg, hanem Kánoán,
de azért az ott is így van, és aztán az még fantasztikusabb, hogy aztán a Károli Bibliának valamelyik későbbi, általunk már nem is ismert névtelen református teológus matatója, ilyen revideálója, de valahol a 19. század végén, 20. század elején tovább rontotta a helyzetem, mert visszacsinálta a Luther, tehát visszaírta, és a te Károlidban, amit te olvasol, ott úgy mondja, átkozott Kánoán szolgák szolgája, legyen testvéreik között, vagyis vissza... Ez hogy fordulhat elő? Vagy De hogy lehet fölülbírálni egyrészt a Károlit? És másodrészben, hogy lehet az eredeti héber szöveget, tehát az ahhoz ragaszkodó fordítást? Hát nyilván az volt, hogy a református teológus úr, akit megbíztak azzal, mert ugye azért a Károli tényleg régiessé vált. Tehát ugye Károli idejében az állat az azt jelentette, hogy lény. És akkor van olyan fejezet címe, hogy melyből megtudhatjuk, hogy miféle állat légyen az Isten. De ugye ez azt jelenti ebben az esetben, hogy milyen lény az Isten. Tehát, vagy hogy mit tudom én, neveztessék az emberből vétetett, ne legyen a neve asszonyi állat, meg hasonlók, tehát hogy mondjam, revideálni kellett a Károlit, mert különben, ahogy a Grül Tibor írja egy tanulmányában az egyik magyar tankönyvet kritizálta a magyar pedagógiai szemlében, és ott azt írja a Tibor, hogy miért kellett a Bibliából azt a kevés kis idézetet a vizsói Bibliából átvenni, ami, és pont azt az idézetet, hogy ugye szegény gyerekek összesen 2 órát hallanak a Bibliáról, és akkor abban is betették azt az idézetet, hogy ezt a, azért, hogy a asszonyi állatnak neveztessék, és utána így írja tovább a Tibi, az zseniális, hogy amelynek felolvasása után legalább 5 perc kell az osztályrendjének helyreállításához. Na szóval, tehát visszatérve nincs azzal gond, hogy a Károli Bibliát revideálták, hanem inkább az, hogy most már nekem, én szinte látom magam előtt azt, aki ebbe belenyúlt, hogy hát itt a Károli eltér a Luthertől, hát pedig a Luther az a nagyobb tekintély, és a többi, hát akkor vissza kell változtatni, és tudod, aki így gondolkozik, annak édes mindegy, hogy a Héberben mi van. De én nem mindegy, hogy a Héberben mi van. Hát figyelj, de akkor nem tudod, milyen a vallásos világ. Ez tény, nem tudom. Hát, de egyébként nem véletlen, hogy az evangéliumokban olyan sok szó esik a farizeusokról. Én ezen nagyon sokat gondolkoztam, hogyha az csak a judaizmus egyik történelmi felekezete volt, akkor miért kell az egész emberiségnek szóló evangéliumokban ennyire sok történetnek szerepelni a szombati gyógyításról, meg a ilyen, amiről a legtöbb pogány ember nem is érti, hogy mi a probléma. De aztán rájöttem. A farizeizmus az egy örök jelenség. És az mindenhol, ahol az emberek Istent keresik, felüti a fejét. És ezért az evangéliumokban, amik az egész emberiségnek szóló örök szövegek, azért van róluk ilyen nagyon sok szó, nagyon-nagyon sok szó, nagyon sok történet a velük kapcsolatos vitákról. Ez nem azért van. És a Péter is, meg a Márk, meg a János, meg a Máté, több, ugye azért mondom a Pétert, mert állítólag a Márk evangélium az a Péter elbeszéléseit rögzíti, és a Péter állítólag olvasta is, és le is okézta. Tehát azt mondjuk a Péter evangéliuma. Ők, amikor ezek elkészültek, és megírták, vagy legalábbis a Péter mondjuk elolvasta, hogy a Márk miket jegyzetelt az ő prédikációiból, akkor nem volt az probléma, hogy hát de miért van ennyi, hagyjunk ki ennyi, nem kell ennyi rész a farizeusokról, mert szegény pogány embereknek szól ez az egész, azok azt se tudják ezekik, meg nincs ilyen problémájuk, hogy a szombaton szabad-e gyógyítani, vagy nem szabad. Nem kell ezt, meg szabad-e kalászt tépni, vagy nem szabad, hát nem is fogják érteni, miről van szó. Azért maradt benn, Szentlélek vezetése szerint, mert a farizeizmus mindenhol fölüti a fejét, ahol az emberek Istent keresik. És
mi ezt hívjuk vallásnak tulajdonképpen, amikor a szó rossz értelmébe vett vallásról beszélünk. Szóval lényegében csak annyit akarok mondani, hogy a protestánsokat is, amikor például ez a kis látszólag pici, de valójában 100 millió életét tönkretevő és az egész történelmet egy bizonyos irányba elvívő dolog a fekete rabszolgaságot kialakult, ez emögött is a pénzszerelme állt, vagyis megint azt lehet mondani, hogy még az ilyen teológiai csűrések, csavarások mögött is, de ezt mondtam egyébként a jóval ezelőtt is, hogy az egyház történelmen belül is bizony a pénzszerelme és a hatalom szerelme az, ami ilyen teológiai csalásokba viszi be az embereket. És ennek nyit utat a vallásosság, ugye, mert... Hát illetve ez maga a vallásosság, illetve így jön létre a vallás, de részben egyébként, amit mondasz, úgy is igaz, mert viszont ezt nem lehetne megcsinálni az emberekkel, nem lenne bennük hajlam a vallásosságra, vagy az elvallásiasításra. Mire múltkor azt mondtad, hogy 3 nap alatt kialakult, tehát 3 napig nem olvasod, nincs közösséged az igével, vagy nem játszol dicséretet, vagy valami, akkor kész, már simán belecsúsztál. Hát elkezdődik. Vagy elkezdődik. Igen, csak engem most az is nagyon foglalkoztat, így a reformáció 500. évfordulója kapcsán, hogy sajnos a biblia fordítások amellett, hogy nyilván óriási áldást jelent, hogy a Bibliát az emberek tudják olvasni, és stb. De sajnos, mivel a biblia fordítók maguk is számos felekezeti gondolatnak vagy értelmezésnek voltak azért a, hát nem is mondom, hogy a rabságában, de azért korlátai között, mondjuk így, ezért sajnos az a probléma, hogy a biblia fordításokra is rányomta a bélyegét, és a biblia fordításokat olvasó emberek, akik az eredetit nem olvassák, csak a fordítást, de viszont a fordítást úgy olvassák, hogy azt, mint Isten igéjét kezelik, holott a fordítás nem Isten igéje, hanem az Isten igéjének egy fordítása. De ha én, mint Isten igéjét kezelem, akkor sajnos az abban ott a háttérben ott lévő ilyen felekezeti korlátok hatni fognak rám, és hogyha az ember ilyenkor, hogy mondjam, nem hallgat a szívére, mert például a Noé ügyben minden évfolyam megkérdezi a bevezetés az Ószövetségből, hogy ez hogy van, vagyis ez azt jelenti, hogy mindenkinek a szellemében a szelleme, a lelki ismerete az berezeg, vagy bejelez arra, hogy ezzel valami nem stimmel. Na most, hogyha a bevezetés az Ószövetségbe ezt megkérdezi, és ott megvizsgáljuk, és kiderül, hogy a héber nem is azt tartalmazza, amitől bejelzett a lelki ismeret. Most az átokról van szó, csak valaki nem tudta volna követni. Igen, amiről az előbb beszéltünk. De mi van azzal, aki ilyenkor úgy reagál, hogy azt mondja, hogy na jó, de hát ez, amit én olvastam, ez az Isten igéje, akkor mi ez a lázadás, ami itt motoszkál bennem, ezt most azonnal kivégzem és megfeszítem magamban, mert én engedelmes keresztény vagyok. Akkor megfeszíti tulajdonképpen a lelki ismeretét egy rossz biblia fordításnak való engedelmesség által, azaz magára kényszerít egy a szívének ellentmondó Noé képet, hogy az Isten ember az egy olyan ember, aki másnaposan úgy megátkozza az unokáját, hogy attól kódul. És utána, mivel hogy ez ráadásul Isten embere, akkor ezek szerint az Istennek ez tetszik, és akkor én elfogadok egy olyan Istent, akinek ez tetszik, tehát tulajdonképpen egy olyan Istent, aki a pszichopata őrülteket szereti,
mert akkor az egy ilyen isten. Hát sőt, őt emelte ki, az egyetlen ember, akit kiemelte. Akkor ezt én magamra erőltetem úgy, hogy közben a saját lelkiismeretemnek, amiből pedig a Pál a Róma 2-ben azt írja, hogy abba az Isten törvénye van beírva, tehát az, hogy bejelzett, azt nagyon jól tette. De én mégis elhallgattatom, mert én azt hiszem, hogy az a fordítás az maga a Biblia, pedig nem az. És akkor így viszont önmagamat megcsonkolom, és létrehozok magamban egy kényszeredett állapotot, hogy én nekem el kell fogadnom egy olyan Istent, aki ellen a szívem legmélyén valami tiltakozik. És innentől van a baj, mert itt kezdődik el a vallás. Mert hogyha én ezt így magamra erőltettem, és magamba lefolytom, én magam előtt is letagadom, hogy nekem nem szabad, hogy ez ne tetszen, nekem ez kell, hogy tetszen, mert ez az Isten. És mondjuk ilyet tudok még mutatni százat a Károli fordításban ilyen helyet, ahol keményebbre és szigorúbbra van véve, mint az eredeti, akkor én ezeket mondjuk mind magamévá teszem, és már is kialakul egy kis hegedűs Lóránt, aki utána az igazság iránti feltétlen hűségének hitével vezeti hadba népét a gonosz zsidók ellen, meggyőződve arról, hogy ő az igazság bajnoka. Tehát a vallás, és ez a farizeizmusnak a lényege tulajdonképpen. És ez most engem a reformáció 500. évfordulója kapcsán bibliafordítások miatt gondolkoztat el nagyon. De persze nem azt jelenti, hogy tudok valami most jó megoldást, vagy föl tudnék mutatni valami olyan bibliafordítást, amelyikben garantált, hogy ilyen problémák nincsenek. Csak hát személyesen foglalkoztat, mert magam is látom a pásztorlásokban is, hogy a keresztényeknek egy jelentős hányada szenved olyan problémák miatt, amiket valójában ezek a, hogy úgy mondjam, vallási örökségek generálnak, és hogy ezek a problémák nem léteznének, hogyha nem hordozná, hogyha nem hatna ránk, még mindig, pedig a hit gyülekezetében nagyon kitűztük azt a célt, hogy minden vallási ilyen jellegű mérgezett örökséggel leszámolunk, és ezt egyébként csináljuk is, csak nem, hát nem fejeztük még be ezt a munkát, mert még sok mindent még nem is vettünk észre, hogy miket hordozunk magunkon, és ezért iszonyú fontos, hogy az ember merjen a szívére hallgatni, mert ennek a történetnek is az a tanulsága, hogy bejelez a szív, amikor valami nem teljesen, és utána kiderül, hogy a éber szöveg a szívünknek ad igazat, és nem a kálvinista fölfogásnak, vagy fordításnak. Nem szabad elfelejteni, hogy egy kálvinista fordítást olvasunk nap, mint nap, és nap, mint nap, itten több tízezren a hit gyülekezetében, és hogy ebből az Isten igéje is hat ránk, de közben kapunk egy kálvinista háttérsugárzást is folyamatosan, amiből viszont szeretnénk kikeveredni, és az viszont feltett célunk, hogy ebből szeretnénk kikeveredni, de úgy elég nehéz, hogy mondjam, ő az ördög ügyes módon sokszor a Biblián keresztül, vagy a bibliafordításon keresztül csempész be olyan tényezőket, amit nem is gondoljuk, hogy milyen meghatároznak bizonyos rossz magatartásformákat. Ez nem a te telefonod, ami ézél? De. Ja, jó. Csak hogy nem-e valami fontos ügy. Ezzel kapcsolatban még nagyon sok minden felmerülhetne, de visszatérve az alap dologhoz, hogyan tud ma bennünket Jézus vére megvédeni? Ez hasonló elven működik, mint Jézus neve, amikor azt imádkozzuk, hogy Jézus vére vegyen minket körül, és tisztítson meg, és védjen meg bennünket, hogy ez a különös vér ennek mi, hogy hogyan lehetne ezt a dolgot jobban megfogni egy kicsit. Hát, ami ráadásul időutazó vér, tegyük hozzá, mert most és mindörökké mindenkire kitöltethet, hogyha, vagy nem, ezt most olyan csúnyán nézel? Egyáltalán nem nézek csúnyán, inkább csak nagyon elgondolkodva, hogy
hogy Jézus vére nem időutazó vér, hanem örök, mert ugye a mennyei frigyládának a fedelére ez hullott rá, és ott a mennyben, a szó szellemi értelmében ez az, ami folyamatosan engesztelést szerez az egész emberiség bűneiért. Ugye ezért mondja Pál, hogy Jézus vére jobbat beszél, mint Ábel vére, mert Ábel vére ugye bosszúért kiáltott a földből, Jézus vére viszont kegyelemért kiált, és hát ez egy nagyon, tehát itt nem csak a fizikai vérről van szó, vagy nem alapvetően a fizikai vérről van szó, Jézus fizikai véréről, hanem ugye a vérről maga a Szentírás mondja, hogy a vér az a lélek. És hogy az egész engesztelő áldozati rendszer már az Ószövetségben is úgy működött, akkor állatok vérén, mint szimbólumon keresztül, hogy azt mondja Isten, hogy én a vért az oltárra adtam nektek engesztelésül, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést. Tehát a vérben van az élet, a vérben van a lélek. Jézus élete és lelke is az ő vérében van, és volt, és van. Na most ugye Jézus életében semmi bűn nem volt. Nem örökölte az eredendő bűnt sem, és ő maga sem követett el bűnöket. Ezért a vérében halhatatlan élet van, amin a halálnak nincs uralma. Mert a halálnak csak ott van uralma, ahol van bűn. És ugye a zsidókhoz írt levél úgy mondja, hogy Jézus Krisztus pedig nem a kézzel épített szentélybe, az igazinak csak a másolatába ment be, és nem bakok és tulkok vére által, hanem a magába a mennybe, az igazi szentélybe, a saját vére által. Tehát a mennyei frigyláda tetején, mint szellemi valóság tetején, az Isten színe előtt Jézus Krisztusnak a vére szerez engesztelést, és választja el, ugye a frigyládában az volt a lényeg, hogy benne van a törvény, kőtáblái, fölötte van Isten jelenléte, és a kettő között van a vér, ami elkülöníti Istent a törvénytől. Ha Isten nincs elkülönítve a törvénytől, akkor mi mindannyian meghalunk, mert akkor, mert mivel egyikünk sem tud megfelelni a törvénynek, ezért ha Isten rá tud nézni úgy a kőtáblára, hogy közben a véren ne kelljen keresztül néznie, akkor az emberiségnek vége, mindenki meghal, és mindenki megy a pokolba. De szerencsére Isten nem tud ránézni úgy a kőtáblára, hogy közben a véren ne kelljen átnéznie Jézus vérén, és Jézus vére pedig azt kiáltja Istennek, hogy bocsásson meg, bocsáss meg. És ilyen módon ment meg bennünket Jézus vére, vagy hat. Tehát nem időutazó, hanem inkább az, hogy mivel fönt van a mennyben, ezért állandóan hat, mivel az örökké valóságba bekerült. Ugye úgy is szoktuk ezt mondani, hogy hát azért Jézus kereszt áldozata az egy történelemben egyszer megtörtént egyszeri esemény, de az érvénye az örök. Tehát ilyen értelemben az örök, egy örökké valóságba átnyúló esemény. Tehát vannak olyan események az időben, amik belógnak az örökké valóságba, tehát hogy át tudnak nyúlni az örök, vagy van örökké valója. Én egyébként például a holokauszról is ezt gondolom, hogy annak is van egy örök érvényessége is. Ezek olyan dolgok, amik már nem tekinthetők csak időbeli események.
lehetnek, mert a szellemi jelentőség annyira nagy, hogy az örökké valóságot érinti. Úgyhogy hát én így értelmezem, hogy Jézus vére hogy tehát ezáltal képes arra, hogy Isten ránézne a törvényre azzal, hogy ami azt mondaná, hogy az emberiségnek annyi, és akkor viszont nem tud úgy ránézni, hogy Jézus vére azonnal ne szólaljon meg, hogy adj kegyelmet. Utolsó kérdés, miért nem kereste fel József családját, miután már a hatalomra jutott? Hát erről nekem van egy, én az a baj, nem tudom már mit mondtam el ebben a műsorban. Ez biztos, hogy nem. Ez biztos, hogy nem, mert ez most jutott eszembe. Általában igen. Mert máshol már biztos, hogy elmondtam ezt, amit én erről gondolok, de elmondom akkor. Hogy ugye itt az a furcsa dolog történt, hogy miután Józsefet a 11 testvérek közül 10 közös összeesküvéssel először ki akarta nyírni, majd pedig miután a Ruben, aki egyébként az is egy külön érdekesség, mert ugye előtte ő volt a legbűnösebb, mert vérfertőzést követett el az apja ágyasával, de az az érdekes, hogy éppen ez hatott talán ő rá, úgyhogy egészen összetört ember lehetett már, és ezért ő volt az egyetlen, aki magába azt fontolgatta, hogy ő valahogy megpróbálja megmenteni Józsefet és hazavinni. És ezért találta ki, hogy azt mondta, hogy inkább ne üljünk meg, hanem dobjuk be a kútba, és aztán kitalálta a Ruben, hogy majd amikor többiek elmennek, ő kiveszi a kútból és hazaviszi. Tehát maradjunk akkor abba, hogy nem 10, hanem csak 9 testvér volt határozottan eltökélve emellett, de aztán mégis ugye hallgattak a Rubenre, aztán közben bedobták a kútba, nem ölték meg, aztán a Ruben elment valahova, és akkor arra jöttek az unoka testvéreik, konkrétan egy Ismálita és Midianita karaván, de hogyha ugye megnézzük, mivel Ismál és Midian az Ábrahám gyereke volt mind a kettő, tehát mindössze első és másodunoka testvéri távolságban voltak egymástól, tehát arra jött a nagyobb, tágabb értelme vett család, és akkor azoknak rájöttek, hogy ebből pénzt is lehetne csinálni, és eladták ugye a Józsefet, akit ezek elvittek Egyiptomba, és ott eladtak. Utána a testvérek belemártottak kecskegida vérébe egy ruhát, és azt meg a cifra ruhát, és azt megmutatták a József, a Jákobnak. Mire a Jákob azt mondja, hogy hát meg szétszaggatta valami vadállat a Józsefet. Na és ezután egy nagyon fontos jelenet, mert azt mondja az ige, hogy Jákob annyira elkezdett bánkódni, hogy egyáltalán nem tudott megvigasztalódni, tehát nem tudott a gyászból kijönni. Aki már ilyet látott közelről, és tudja, mit jelent az, hogy valakinek meghal a gyereke, és emiatt gyászol. Én lelkészként azért többször is találkoztam ilyesmivel, és azon túl, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon megrendítő, de lelkészként azt is tudom, hogy ebből kijönni, tehát segíteni egy embernek ebből kijönni, akár csak hetek, hónapok, vagy akár éves távlatban is, hát az az egyik legnehezebb dolog a világon. Na most a Jákobról azt mondja az ige, hogy nem tudott megvigasztalódni. És utána annyit mond, hogy felkelének azért mind az ő fiai és leányai, és vigasztalák őt, de úgy se tudott megvigasztalódni, hanem azt mondta, hogy sírva megyek a fiamhoz a sírba. Ez egy nagyon komoly dolog, ugye a Biblia nagyon-nagyon tömören fogalmaz, de minden mondata mögött egész világok nyílnak ki, és emiatt érdemes mindig így megállni, és picit így szembenézni, hogy mit mond ez a mondat, mert egyrészt burkoltan, finoman és szeliden azt jelzi, hogy a Jákob egy igazi depressziót kapott. A másik pedig, ami viszont egészen, hogy mondjam, sokkoló, hogy ezután felkelnek mind a fiai, vagyis konkrétan az a 10 fiú, aki ezt az egészet megcsinálta, és aki utána őt becsapta, és
elkezdik őt vigasztalni, mert látják, hogy nagyon súlyos állapotban, és nem tud kijönni ebből. Utána ez a vigasztás nem hat, mert ő azt mondja, hogy ő nem tud ebből megvigasztalódni. Erre én már azért kis némi pszichológiai érzékkel még azt is hozzá tudom tenni, hogy a hazugság az bármilyen ügyesen is van eltitkolva, azt az emberek szelleme érzi. És még ha a tudatuk nem is érzi, hogy be vannak csapva, és hogy a tudatuk tökre elhiszi, amit mondanak az emberek, de a szellem az nem becsapható. És nyilvánvaló, hogy a fiúk vigasztalásának, mivel az egész hazugság volt, és az egész helyzet hazugság volt, ezért a fiúk vigasztalásának nem tudott olyan súlya lenni, hogy az a Jákob szívét elérje. Na most ezt a fiúknak mind át kellett érezniük, és ezek után nekik volt egy döntésük, ami után azt látták, hogy eltelik egy év, két év, három év, és az apjuk még mindig nem tud megvigasztalódni. Hát azért ez egy nagyon fájdalmas helyzet. És tudjuk a Bibliából, hogy Józsefet 17 éves korában adták el, és 30 éves volt, amikor a fáraó előtt állt. Ami után jött még egy 7 éves bőség, ami az 37, és utána jött még egy 7 éves éhínség, amiből szintén kapunk egy információt, hogy amikor a testvéreért leleplezi magát, akkor még 2 év van hátra, tehát abból is eltelt már 5. 37 meg 5 az 42. 17 éves korától 42 éves koráig tart az a történet, tehát 42 éves, amikor megtörténik a család újraegyesítése, és a Jákob megtudja, hogy a fia él. Ez ugye 17-től, ha azt veszem, hogy 30 éves korában jött csak ki a börtönből, tehát az lett volna az első pillanat, ahol ő elindulhatott volna megkeresni Jákobot, a családját, amit te kérdezel, az akkor is ugye összesen 13 év. Addig ez neki nem állt szabadságában, mert rabszolga volt, utána meg börtönbe volt. Na most, ugye én azt gondolom, hogy a József, de még visszatérve a fiúkra, hogy a fiúk, amikor látták, hogy az apjuk nem tud megvigasztalódni, ami pszichológiailag, sőt, hát pneumatológiailag, mert ez nem csak pszichológia, hanem ez már szellemről is szól, az emberi szellemről, hogy amikor hazugság van egy ilyen helyzetben a vigasztalás mögött, akkor az nem tud hatékony lenni. És ezért is volt ez hatástalan, akkor a fiúknak hát előbb-utóbb össze kellett volna dugni a fejüket, hogy gyerekek, eltelt 3 év, 4 év, 5 év, 6 év, és az apánk nem tud kijönni a depresszióból. Nem lenne jobb megmondani neki, hogy a József él? Hát Egyiptom nincs is messze. Mi kőgazdagok vagyunk. Összepakolunk egy csomó pénzt, mindent, lemegyünk, megkeressük, kiváltjuk, és megoldódik az egész történet. Hát az lett volna az ára, hogy meg kell mondani. De még azt is lehetett volna, hogy ők megcsinálják a Jákob nélkül ezt a dolgot, de utána akkor is az van a végén, hogy utána nagy bukta van, mert hát akkor végül is aztán mégiscsak kiderül, hogy mi történt valójában. És ugye ezzel nem tudtak szembenézni, ez is ugye, ezt is végig gondolni, ez is nagyon megrázó, hogy én már nem tudom, ők mibe reménykedtek, vagy mit gondoltak, vagy ha egymással beszéltek, vagy hogy tudtak már egymással beszélni, mert már ilyen helyzetben már egymás szemébe nézni is, hogy ő is tudja, hogy mit csináltunk, én is tudom, az már iszonyatosan nehéz lehet. De egyszerűen nem jutottak el odáig, hogy ezt meglépjék. Na most, szerintem viszont a József az egy csomó ideig reménykedett abban, hogy az apja vagy valaki eljön érte és kiváltja. És gondold meg, hogy ott van a rabszolgaságban, még csak hagyján, de aztán ott van a börtönben,
már évek óta, és egyszerűen senki nem jelentkezik a családból. Ugye ő azt nem tudta, hogy az lett mondva, hogy ő meghalt, meg ilyenek. Hát mondjuk lehet, hogy ki lehetett találni, hogy valószínűleg ezt mondták, de biztos nem lehetett benne. Tehát magyarul a József számára teljesen megmagyarázhatatlan volt, és Egyiptom tényleg tök közel van Kánaánhoz, tehát semmiből nem állt volna lejönni, és megkeresni, és kiváltani őt. És senki nem jelentkezett, és az apja se jelentkezett, azt a József nem tudhatta, hogy az apja azért nem jelentkezik, mert be van csapva. Úgyhogy én azt gondolom, és ugye utána, amikor nevet ad a Manasszénok meg az Efraimnak, akkor mondja is, hogy azért ez a neve, mert elfelejtette velem az Isten az apám házát. És azért ebben azt gondolom, hogy valamennyi keserűség, vagy egy olyan is, nem is keserűség, hanem inkább az, hogy ugye az ember, ha nem akar belehalni bizonyos típusú sérelmekbe, vagy fájdalmakba, akkor nem tud más csinálni, mint hogy így egyszerűen túllép rajtuk, és így nem törődik az egésszel, de ilyenkor sokszor az emberek már, tehát ez ugye azzal jel, nem is akarok erre gondolni, nem is akarok foglalkozni vele, nem érdekel az egész, menjünk tovább, és akkor ugye ilyenkor, amikor végül aztán 30 évesen, azaz 13 évvel az eladása után végül a fáraó elé kerül, és végre megtehetné, hogy na akkor most viszont megkeresném, szerintem egyszerűen nem akarta. Tehát egyszerűen úgy volt vele, hogy ezt felejtsük inkább, ezt az egészet én lezártam, ezt akkor nem érdekes. És ugye a fáraó adja neki feleségül a feleségét, és attól születik a két gyerek, és egyből úgy nevezi el, hogy elfelejtette velem az Isten az apám házát. Mondjuk kicsit paradox egyébként, mert ha elfelejtette, akkor miért egyből ez jutott eszébe, amikor született egy gyerek. De mégis nagyon kifejező, mert mégiscsak az a lényege, hogy és tudod, az akkoriban a gyerekeket mindig a számukra legfontosabb dolgokról nevezték el, és ebből úgy tűnik, hogy a József ezt belül lelkileg, ugye az, hogy ő mennyire megsérült lelkileg, az abból látszik, hogy amikor már a család újraegyesítése megtörténik. Most arra fejből nem emlékszem, hogy akkor hány éves volt a Jákob, amikor újra találkozik a Józseffel. Arra sem emlékszem fejből, hogy hány éves volt, amikor meghalt. De ott még azért eltelik egy jó pár év, amikor már együtt van mindenki mindenkivel. És akkor, amikor a Jákob meghal, akkor a testvérei megint fölkeresik a Józsefet, és azt mondják neki, hogy az apád mondta nekünk, hogy kérjünk tőled még egyszer bocsánatot, stb. Stb. És akkor, amikor ezt mondják neki, már sok évvel azután, hogy minden rendbe jött, elbőgi magát. Tehát ott az van, hogy mikor ezt mondták, elsírja magát. Most az ember csak attól sírja el magát évekkel később is, ami nincs begyógyulva. Tehát, és én ebből azt gondolom, hogy a József ezt a sérelmet, ezt végigvitte az egész életén, mert ez érzelmileg, lelkileg ez kezelhetetlen volt. Ő, hogy mondjam, jogi értelemben megbocsátott a testvéreinek, meg mindent, tehát nem volt, tehát ő szellemi szempontból jól volt, és szellemi szempontból jól kezelte, de tudod, van olyan, amikor szellemi szempontból valami jól, tehát ugye az, hogy este bocsássunk meg, nap le ne menjen a haragotokon, az érzelmileg nem mindig kivitelezhető. Tehát, hogyha valakinek, mit tudom én, elveszti az egész vagyonát egy csaló miatt például, azt, és ezt délelőtt megtudja, akkor nem biztos, hogy tudja tartani azt az igét, hogy nap le ne menjen a haragotokon, hogy este már úgy fekszik le, hogy semmi, minden. Hát, hogy mindig az időzónákat követni kell. És így lesz bolygó zsidó, a zsidó bolygón. Szóval ez nem jó, hanem ennek pont az a nagy titka, hogy
hogy amit Jézus mond, hogy bocsássunk meg, az a jogi értelembe vett megbocsátást jelenti, tehát azt, ugye van is egy ilyen zsidó ima, úgy szól a megbocsátás, hogy én miattam ne érjen büntetés senkit. Tehát, hogy én tehát olyan értelemben bocsátok meg, hogy egyáltalán nem kívánom, hogy az ellenem vétkezőt Isten büntesse meg, és mindenféle károkozások és átkok és egyebek érjék. Jézus ezt igényli. Tehát erre mondja azt, hogy ha így elengeded a dolgot, akkor neked is elenged mindent a mennyei atyád. Az én belátásom szerint a József, mivel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mély érzelmi sérelem is érte őt, amiről az derül ki, hogy még élete végén is, amikor már minden rendben volt, akkor is sírva fakadt, amikor ezt előhozták. Ez azt jelenti, hogy ő szellemileg ezt kezelte, de lelkileg a sérelem az örökké fájdalmas maradt, vagy hát legalábbis a földi élete vonatkozásában. És én azt hiszem, hogy azt a teljesen természetes pszichológiai és szellemi túlélési technikát alkalmazta, amit egyébként a legtöbb ember, hogyha túl akar élni egy ilyen érzelmi traumát, és végleg besüllyedni valami szörnyűséges depresszióba, akkor nem tud más csinálni, mint hogy elszakítja magát, elfeledkezik róla, nem gondol rá, és más irányba fordul, és igyekszik egyáltalán nem foglalkozni. Szerintem azért ő valószínűleg tényleg nem tudta, hogy most miért nem jött el értem senki, az apám se jött el érted senki, mert teljesen. És azért ez tud érlelődni 10 évig meg. Főleg, ha börtönben vagy, igen, közben meg rabszolga, igen, vagy meg. Ez azért sok impulzus nem ér, lássuk be valószínűleg. Én a Józsefről nekem az a mondásom van, amit egyszer így megfogalmazódott bennem, és nekem nagyon tetszik, úgyhogy én ezt azóta is sokszor, mert ez egyébként nagyon sok esetben igaz az Istentől származó álmokra is, tudod, mindig mondják, hogy az Istentől származó álmaid beteljesednek, és ezt úgy mondják, mint egy ilyen nagy vigasztalás, de hát azért, ha megnézem, hogy a József álmai, hogy teljesedtek be, akkor lehet, hogy a végén már azt mondta volna, hogy jobb lett volna, hogyha inkább hagynak, hogy nyugodtan itt elveszek valami kis pásztorlányként feleségült a mezőn, aztán őrizzük egész életünkbe a birkákat, soha nem hallottak volna még a nevemről se, vagy legfeljebb valami nemzetség táblában lenne így mellesleg felsorolva. Viszont olyan boldogan le tudtam volna élni az életemet. Szóval nekem az a mondásom a Józsefről, hogy szerintem ő azt mondta ott sokszor, hogy mikor beteljesedett, hogy így álmodtam, de nem így képzeltem. A következő adásban a Szent Szellemről fogunk beszélgetni terveink szerint, és köszönjük, örülünk, hogy hallgattok és hallgattatok minket, és hogy hallgatni fogtok a jövőben is. Tibor, köszönöm szépen ezeket a remek dolgokat, amiket elmondtál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. A szerkesztők Tenke Anita, Lehel Adrián és Jó Magam voltunk, a technikai munkát pedig Kisdaróci Adriánnek és Kassai Róbertnek köszönjük. Minden jót nektek, sziasztok!